helyét. Tisztelt vendégeink! Köszöntjük Önöket az Országos Tudományos Diákkari Tanács 36. Országos Tudományos Diákkari Konferencia lezárása alkalmából tartott kitüntetés átadó ünnepi ülésén. Tájékoztatom Önöket, hogy az ünnepi ülésről kép és hangfelvétel készül, emellett élőben közvetítjük. Ünnepi ülésünk elején kérem, énekeljük el közösen együtt a himnuszt. Megkezdjük ünnepi ülésünket. Az ülés vezetésére felkérem Szendről Péter urat, az Országos Tudományos Diákkari Tanács elnökét. Hölgyeim és uraim! Tisztelt elnökség! Tisztelt kitüntetettek! Kitüntetettek témavezetői és mindenki, aki a TDK-t szereti, tiszteli, és jelen van velünk az éterben. 70 éves diákkori mozgalom Magyarországon, Hungarikum. Ez a 35. országos tudományos diákkori konferencia záró eseménye, ez is hagyomány. Az akadémia dísztermében adjuk át az aranyérmeket, a prosciencia aranyérmeket azoknak a fiataloknak, akik majd a jövőben itt fognak ülni reményeink szerint, mint akadémikusok, kutatók, tudósok. Azt gondolom, hogy nem kell magyarázni, hogy mennyire különleges ez a mai nap. Nem azért, mert 70 évvel ezelőtt 101 néhány diák az ELTE-n hozzáváltott ehhez a mozgalomhoz, és ma már 10 000-ek követik, hanem azért, mert online módon kellett megrendeznünk ezt a konferenciát, éppen a jubileumit. Nem volt egyszerű, de jó volt a döntésünk valamikor egy évvel ezelőtt, hiszen
legyőztük a vírust. A résztvevő diákok elmondhatták, hogy mit tanultak, mit kutattak. Tanáraik, mestereik jelenlétében a térben, de személyes találkozásra nem volt lehetőség. A mi rendszerünk olyan, és aki itt most kitüntetést kap, nem mindig tudja, hogy van egy országos tudományos diáki tanács, annak van 16 szakmai bizottsága, ezek az állandóságot jelentik, elnöksége van, elnöke, de nem ez a lényeg. Van egy mondatunk, hogy a TDK örök, és attól örök, hogy nemzedékek váltják egymást, mellettemül az akadémia elnöke, aki maga is honoris causa, proficiencia aranyérmes, de már a diákjának a diákja is aranyérmes. Ez tartja össze ezt a mozgalmat, és még valami. Mi valóban szolgálunk, mert ezért senki, hogy itt vagyunk, dolgozunk, gondozunk a tehetségeket, ellenszolgáltatást nem kap. Rosszul mondom, mert megkapja a következő nemzedék tiszteletét, szeretetét és lendületét. Ettől öreg, 70 éves a TDK és 35. az országos konferencia. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, engedjétek meg, hogy egy üdvözléssel kezdjem. Frajt Tamás, akadémikus úr, bemutatom, jól ismeritek őt, az akadémia elnök és a házigazdánk. Bódis József, rektor úr, államtitkár úr, ő a felsőoktatás gazdája a kormányzatban, jól mondom, más kicsit a titulusa, de mindjárt jól ismerjük őt. A következő, akit bemutatnék, Pénzes Béla, professzor. Eddig alelnök volt, de nem igazán azért ül itt, hanem ő a megtestesítője a TDK-ért közhasznú alapítványnak, kuratóriumi elnökként ül itt. Weisburg Tamást mutatom be. Általános alelnökünk, megválasztott elnök, és a mi rendszerünk szerint a mai naptól kezdve az Országos Tudományos Diákai Tanács elnöke, tehát ez az ünnep most neki is szól. Nagy Zoltán Pétert bemutatom, az OTP egyik vezető tisztviselője, igazgató. Hozzászoktunk korábban, hogy Csányi Sándor elnök úr jött el, de szeretettel köszöntjük Pétert is, és ő az, aki az OTP támogatását most már hosszú idő óta egyéni családi alapítvány, de mindenképpen képviseli, hiszen minden aranyérmesnek 200.000 forint jutalmat ad át. És a mai napon 820 lesz az aranyérmesek köre, és bemutatom Jadowski Hajdu Angélát az elnökségben, aki családanyaként is, mert a férje, a gyermek nem aranyérmes még, de a férje is aranyérmes, az Aranyérmesek Társaságának elnöke. Név szerint tovább nem folytatom, de elmondom, hogy jelen vannak itt kitüntetettjeink, az elnökség tagjai, a szakmai bizottság elnökei és jó néhányan. A hadsereg nem szállt meg minket, de a had- és rendészettudományi szakmai bizottság segített abban, hogy így összejöjjünk. Rövid lesz, laudáció kevés lesz, de mindenki érezze, hogy maximális is lehetne, mert szigorúan tartjuk az időt, szeretnénk mindenkit megvédeni, hogy ne bántsa meg a vírus. Mi megbántottuk a vírus, mert azért is face-to-face adjuk át az aranyérmeket. Még egy mondatot hadd mondja. Mi kétszer is megrendeztük a 35. Országos Tudományos Diákkari Konferenciát, és itt üdvözlöm Szabó Istvánt, aki az NKFIH befogadó intézményünk alelnöke, egyébként régi TDK-s javaslatára TDK Pluszban
TDK pluszban valamennyi első helyzetnek, 16 szekció, ez kb. 500 ember, megrendeztük offline módon is a konferenciát, hogy mégse adjuk teljesen fel. Hölgyeim és uraim, munkára térünk, és tisztelettel felkérem Fraj Tamás elnök urat, szíveskedjék köszönteni az ülésünket. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt elnök urak, kedves kitüntetettek, hölgyeim és uraim! A felfedezés izgalma és a tudományos elhivatottság. Egy 3 évvel ezelőtti a fiatal kutatók helyzetét vizsgáló felmérés szerint ezzel indokolták a megkérdezettek, hogy miért léptek tudományos pályára. Ezt követték a rugalmas munkakörülmények és nemzetközi lehetőségek, stb., mint vonzerő. Valószínűleg nem tévedek nagyot, ha azt feltételezem, hogy azok közül a tudományos diákkörösök közül, akik ma itt vannak, legtöbben az első 2 választanák, még akkor is, ha egyelőre nem döntöttek arról, mit szeretnének csinálni a diploma megszerzése után. Megtanulták, hogy a felfedezés izgalma mindig ott van a mikroszkópban, amikor belepillantunk, ott van a földből véletlenül kiforduló régi pénzdarabban, vagy éppen egy régi könyv elolvasásában. De míg a féllaikus könnyen azt hiheti ilyenkor, hogy valami újdonságot lát, igazán izgalmassá csak a kutató számára válik a pillanat, aki a terület széleskörű ismerete alapján tudja, mi az, ami valóban új, ami valóban felfedezés. Aki kisiskolásként vagy gimnazistaként átérzi a megismerés örömét, motiválja az újdonság keresés, az később egyetemistaként is szeretné és keresni fogja ennek az izgalmát. A fiatal diplomásokat persze sok minden eltérítheti attól, hogy tudományos pályára lépjenek, de a kutatás módszertanának ismerete, egy-egy probléma megközelítése, vagy éppen a tudomány nyelvezetének ismerete hatalmas előnyt jelent bármely más hivatal vagy szakterület végzése, művelése esetén is. A tudomány ugyanis nem azonos egyetlen terület mélyreható ismeretével. A tudomány módszer, szemlélet, gondolkodásmód, megismerésre és együttműködésre való törekvés. Kedves diákkörösök, a Magyar Tudományos Akadémián vagyunk, a hazai tudományosság házában, jelképes központjában. Szimbolikus a hely, melynek szelleme sokunkat megérintett már. E majd 200 éves nemzeti intézmény tisztelettel ápolja hagyományait, de a jövőbe is tekint. A jövőt pedig önök képviselik. Az önök tehetségére, elhivatottságára, tudására talán soha nem volt akkora szükség, mint most a 21. század elején, amikor egyebek mellett világjárvánnyal, klímaválsággal, fenntarthatósági problémákkal kell megküzdenünk. Azt már bebizonyították, hogy nincsenek hiány tehetségnek, szorgalomnak és kreativitásnak. Birtokában vannak tehát a kutatói pálya szükséges adottságoknak. Arra bátorítom önöket, hogy használják is ki őket, és próbálják ki magukat kutatóként. Elképzelhető, hogy anyagilag, legalábbis eleinte, a piaci ajánlatok sokkal kecsegtetőbbek lesznek. De az biztos, hogy csak egészen ritkán kínálják azt a lehetőséget, hogy az ember hosszú éveken keresztül valóban azzal foglalkozhat, ami igazán érdekli. A kutatás elsődleges motivációja a kíváncsiság, az azzal járó öröm, hogy a kutató, ha csak egy-egy apró mozzanattal is, de hozzájárul az emberiség egyetemes tudáskincsének bővítéséhez. Hogy minden reggel úgy megy be a kutató helyére, hogy láthat vagy tapasztalhat valami olyasmit, amit még ember korábban nem látott. Ez szinte minden nap benne van a pakliban. Csodás dolog erre ébredni, még akkor is, ha az esetek többségében aznap éppen nem fogunk semmi újat felfedezni. De a lehetősége megvan. Az akadémia akkor is számít önökre, ha nem a kutatói pálya mellett döntenek, hiszen már visszafordíthatatlanul megfertőződtek idézőjelben a tudománnyal. Értik a tudományos gondolkodás lényegét. Kérem, hogy éppen ezeknek a biztos alapoknak a birtokában bátran lépjenek fel az áltudományos nézetek ellen.
Vegyenek részt a hazai tudományos közösség életében, írjanak, beszélgessenek, ha a járványhelyzet ismét engedi majd, jöjjenek el minél többször ide a Magyar Tudományos Akadémia székházába, az akadémiai programokra. Kívánom, hogy mindazok, akik ma prosciencia aranyérmet kapnak, merítsenek további erőt és elszántságot ebből a rangos kitüntetésből, és találják meg az örömüket majdani pályájukon. Gratulálok az elismeréshez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most azokhoz a díjazottakhoz fordulok, akik annak idején úgy döntöttek, hogy hivatásuknak a tudományos életre való felkészítést választják. A Honoris Causa Prosciencia aranyérem az Országos Tudományos Diákköri Tanács legnagyobb elismerése azok számára, akik egész pályájukkal azt példázzák, hogy miként kell és lehet segíteni a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó tudományos diákköri munkát. Ők azok, akik a legtöbbet tették a hallgatók, valamint az őket segítő, velük együttműködő oktatók, kutatók, társadalmi és szakmai elismerése érdekében. Köszönöm nekik is áldozatos munkájukat. Köszönöm azoknak is, akik ugyan nem a tudományos életből érkeztek, de a tudományos diákköröket támogató munkájukkal, illetve a tudomány eredményeit megismertető tevékenységükkel kiérdemelték az Országos Tudományos Diákköri Tanács arany kitűzőjét és az Országos Tudományos Diákköri Tanács kommunikációs díját is. Gratulálok minden díjazottnak, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, elnök úr, és felkérem Bódis József államtitkár urat, szíveskedjék szólni a díjazottakhoz is, a jelenlévőkhöz is, akik az éterben minket követnek. Jó napot kívánok! Tisztelt elnök urak, kedves kolléganők, kollégák, tisztelt kitüntetettek! Engedjék meg, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium nevében nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Ezen ünnepi alkalomból elhangzottak számok, évszámok, időtartamok, amelyek azt gondolom önmagukban is tiszteletre méltók. Az, hogy 35. országos diákköri konferencia, tudományos diákköri konferencia díj átadóján vagyunk, az önmagában egy tiszteletre méltó esemény. Az, hogy a mozgalom 70 évre tekint vissza, és egy magyar specialitás, az nagy büszkeség mindannyiunk számára. Higgyék el, én is voltam TDK-s, és azt gondolom, életem egyik legszebb periódusához kötődik. Akkor, amikor az ember belép egy egyetemre, azzal a céllal megy oda, hogy egy területre, egy hivatásra felkészüljön, és ha jók a tanárai, mentorai, akkor az ismeretátadás kapcsán problémákat is felvetnek, megmutatnak neki, és hogyha az ember vonzódik mindahhoz, amit Frany Tamás elnök úr a felfedezés szépségéről, a tudományos munka iránti elkötelezettségről mondott, akkor belép egy olyan műhelybe, egy olyan tudományos közösségbe, amiben azzal a területtel, témával kapcsolatos ügyeken tud dolgozni. Nyilvánvaló ezt a munkát, azt az energiabefektetést doppingszerként tudja fokozni a felfedezés öröme. A felfedezés öröme tud elvinni az eredményességhez mindannyiunkat, és önöket, akikre azt is rá lehetne sütni ma már, hiszen díjazottak lesznek, hogy karrieristák. Mert aki akar valamit, az karriert épít. Nem azért építi a karriert, hogy valamit feltétlenül elérjen, hanem azért dolgozik, hogy valamit elérjen, és közben épül a karrierje. Ez a pozitív karrierfelfogás vitte önöket a felsőoktatásba, vitte őket azokba a tudományos, önöket azokba a tudományos műhelyekbe, ahol aztán eredményesen tudtak dolgozni, de nem elég az eredmény. Azt át is kell adni, azt meg kell mutatni,
azért meg kell küzdeni a szakmai közeggel, hogy egyfajta prioritást, egyfajta presztízst tudjon az ember eszközölni magának. És ettől szép a dolog. Ettől szép a tudomány, ettől szép az a magyar unikum, amit a tudományos diákkörök világa jelent. Ez egy életszakasz, amelyik egyébként természetesen kategorizálható, mert amikor már a diplomájuk megvan, akkor már nem TDK-sok lesznek, hanem egy újabb tudós kategóriába tudnak lépni. Ma az egyetemi rendszerünk egy jelentős átalakuláson megy át, és ez az átalakulás a tudományos munkát, a fiatalok tudományos tevékenységét kifejezetten tudja támogatni. Más lehetőségeket tud biztosítani, hiszen ezzel együtt visszahoztuk a rendszerbe a tudományos normatívát, amelyet a mindennapokban, a mindennapi kutatások feltételei között észlelni és érezni kell. Nevezhetjük ezt tehetséggondozásnak, ami egy nagyon jó összefoglalása mindannak, ami például a tudományos diákkörökkel kapcsolatban hát megnyilvánul. Minden szervezet eredményessége sok mindentől függ. Függ a feltételrendszertől, függ a szereplőktől, és függ egy szervezet élén álló személytől. Szendrő Péter elnök úrral én rektori konferencia elnökeként egy plénumon találkoztam, ráadásul nem is túl pozitív kontextusban, mert éppen kritizálta az egyik állításomat, de a kritika az mindig fölhívja a figyelmet valamire, és ő ilyen ember, ő így éli az életét. Aztán lett egy barátság, amiből kikerekedett az ő igazi személyisége, és ebben a vonatkozásban úgy gondolom, hogy hosszú éven keresztül, több évtizeden át ívelően a tudományos diákköri mozgalom leglelkesebb vezetője, harcosa, úgy is tudnám fogalmazni, hogy a tehetség gondozás apostolaként ismerhettük meg, éli mindennapjait és dolgozik érte, és hálás köszönet érte. Én ezekkel a gondolatokkal szerettem volna a mai ünnepségen köszönteni a résztvevőket, a jelenlevőket és az online módon bekapcsolókat, gratulálni a kitüntetést átvevőknek, illetve megköszönni a munkájukat, mert tulajdonképpen a kitüntetés az az elvégzett munkáért jár, és az elvégzett munka pedig nem más, mint ami a magyar tudományos közösség erejét és a felsőoktatási közösség jövőben mutató tevékenységét jelzi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, szép ünneplést kívánok! Köszönöm a szavakat, a személyességet, meg különösen, mert azt gondolom, hogy ebből a harcos társaságból barátság is született rektor úrral. Hölgyeim és uraim, megkérem Nagy Zoltán Pétert, ő is köszöntse az OTP nevében ezt az ünnepséget. Az ő jelenléte mutatja a társadalom figyelmét, hiszen több mint 25 éve mindig kapunk 200.000 forintokat, de nem ez a lényeg, mert ezt elő lehetne teremteni. De az Országos Tudományos Diákköri Konferenciának fontos tisztje, hogy felhívja a figyelmét a társadalomnak. Ez nem a felsőoktatás belügye, hanem az egész társadalom ügye, a tehetséggondozás. Igazgató úr, önnél a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, elnök urak, szeretettel köszöntöm önöket. Az OTP Bank nevében is, meg
Csányi úr nevében is. Hadd mentsem ki őt, valóban ő ült volna itt ma, de a mai napon a naptárával ezt nem tudta összeegyeztetni, úgyhogy most kénytelenek most beírni velem, igyekszem a hiányát pótolni és én helytállni helyette itt ma. Egyébként nagy örömmel jöttem, és meg kell valljam személyesen, hogy én nagy irigye és csodálója vagyok az önök munkájának. Én is egyetemet végeztem, de soha nem volt lehetőségem, meg a pályám nem is úgy alakult, hogy a tudományos munkában valaha is részt vehettem volna. 20 pár éve dolgozom az üzleti életben, de az egyértelmű, hogy mind a munkám során, akár vezetőként, pénzügyi szakemberként, de magánemberként is élvezem mindannak a gyümölcsét, amit önök előállítanak és megteremtenek. És azt is el kell, hogy mondjam, és ez az én személyes viszonyom az önök munkájához, hogy talán az egyik utolsó, vagy hát nagyon fontos olyan intézményrendszer, amiben azt gondolom, hogy a leginkább bízni lehet manapság, amire nagyon nagy szükség van. No, meg persze a pénzügyi rendszer is, hiszen annak is a bizalom az alapja. És azért van, úgy gondolom, hogy nagy szükség az önök munkájára, mert amikor erre a köszöntőre készültem, eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt végeztünk egy felmérést a magyar lakosság körében, hogy mennyire vannak tisztában a pénzügyek alapjaival, a pénzügyi alapfogalmakkal, az, hogy a pénzügyi rendszer hogyan működik, egyáltalán a pénznek milyen tulajdonságai vannak. És az egyik kérdésünk arra irányult, hogy tisztában vannak-e az emberek a kamatos kamatnak a jellegzetességével. Mit jelent ez egyáltalán? Milyen tulajdonságaik vannak, és mivel számolhatnak, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, hogy ezzel a kamatos kamat jelenségével kell számolniuk. Ugye ez akkor is jelentkezik, ha az ember befektet rendszeresen, és a befektetései utáni hozam az a befektetésekhez hozzáíródik, és úgy kamatozik tovább. De akkor is jelentkezik, hogyha az ember a tartozásait kell, hogy fizesse, és nem fizeti, mert az is hozzáadódik az összes tőkéhez, amit majd végül vissza kell fizetni. És mi ez a jelenség? Ugye ez az exponenciálitásnak a jelensége. Nagyon hasonló, és ne ijedjenek meg, nem fogok járvány és vírus szakértőként itt tetszeregni, de nagyon hasonló a jelenség. Hogy először a számok olybá tűnnek, mint hogyha nyugodtan folytathatnánk azt, amit eddig tettünk, de aztán hirtelen a helyzet drámaivá tud fordulni. Pusztán annak a köszönhetően, hogy a matematikai tulajdonságai ilyennek, ennek a jelenségnek. És hát a helyzet az az, hogy a magyar lakosságnak körülbelül az egyharmada az, aki érti, hogy miről szól ez a jelenség. És ez azért, én úgy gondolom, hogy valamilyen szempontból drámai, mert mindenki tanulja ezt valahol a felső tagozatban. Mindenkinek meg kéne tanulnia, hogy ez mit jelent. És mégis a mindennapokban úgy tűnik, hogy az emberek kevésbé képesek a döntéseik során ezeket az összefüggéseket alkalmazni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy amellett, hogy az önök teljesítménye és jövőbeli teljesítménye is vitathatatlan, hiszen a múlt ezt szinte predesztinálja önöket erre, mégis a feladat az még annál is nagyobb, mint amit eddig talán a önökre rót, mint felelősség, ugye a hivatásuk, mert arra van szükség, hogy az embereket is meg kell tanítani mindarra, ami tudás itt fölhalmozódik majd a tanulmányaik, meg a kutatásaik során, mert az az érzése az embernek, hogy egy egész társadalomnak a hozzáállását, bölcsességét az is nagyban meghatározza, hogy a közemberek, a mindennapi emberek hogyan gondolkodnak, és hogyan képesek eligazodni a világban, és hogyan hozzák meg a mindennapi döntéseiket. Akkor is, amikor befektetnek, akkor is, amikor hitelt vesznek föl, meg esetleg akkor is, amikor arra kerül a sor, hogy beoltássák-e magukat, vagy sem. És ez jelentős részben önökön is múlik, és óriási felelősség is ez egyben. Úgyhogy én ezt szerettem volna ma a köszöntőmben önök felé közvetíteni, és persze gratulálok ahhoz a munkához, amit eddig végeztek, és hát remélem, hogy a pénz mellett, mert hát mit tudna egy bank fölkínálni elsődlegesen, mint díjat a kitüntetések mellé, de remélem, hogy azt is tudjuk közvetíteni, hogy a banknak, az embereknek, mindenki számára halatlan fontos az önök tevékenysége, az önök jövője, az önök sikere, ez közös érdekünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Hölgyeim és uraim, a
köszöntéseket több részre osztottam, hiszen itt vagyunk az éterben is, és akik elismernek minket, még három szemét szeretnék most köszönteni. Ári Tamás Lajost, az oktatási jogok biztosát, aki minden alkalommal jelen van. Pomázi Gyulát, szellemi, nemzeti szellemi örökség hivatal elnökét. Ő nehéz keresztet visel, hiszen édesapja és a felsőoktatási tehetséggondozásban mint professzor dolgozott. És harmadikként pedig Pakucs Jánost, Pro Progressio alapítvány elnökét, úgyis mint az Innováció Szövetség tiszteletbeli örökös elnökét. Ők is figyelemmel kísérték az aranyérem osztásnak a részleteit, és ők is elismerik a szellemi értéket, a jogi értéket és az innovációs értéket. Egy-egy aranyérmest fognak majd díjazni. Mielőtt felkérném dr. Sziráki Szabinát, aki és munkatársainak és sok segítőjének köszönhetően két évenként itt összegyűlünk, és csodálatos módon megszerveződik. Nem csak ez a díjkiosztás, hanem a konferencia is. Engedd meg, hogy neked és munkatársaidnak itt is mondjak köszönetet, és mielőtt elmondanád röviden a jelentésedet a konferenciáról, ez nálunk hagyomány, hiszen Kósné Török Erzsébet korábbi titkár is már ebben részesült valamikor, mikor ő volt a titkár. Még annyit szeretnék mondani, hogy mi aranyérmeket adunk, de aranyérmek nem csak nekik kellene, mestereiknek is, és az aranyérmes majd a mestereknek át fogja adni a köszönetünket, hiszen most nem megy másképp, mint az éterben. Remélem, hogy majd ők is, családtagok is megünneplik otthon, mert a fogadástól most eltekintünk, jó ebéddel az aranyérmeseket és mindenki, aki ebben a munkában és ebben a nagyszerű mozgalomban részt vett. Szabina, kérlek. Én is sok szeretettel köszöntöm Önöket ismételten ezen az ünnepi alkalmon. Köszöntöm az elnökség tagjait, és természetesen köszöntöm a kitüntetetteket, valamint köszöntöm azokat is, akik az online térben követik a mai ünnepi alkalmat. A beszédem célja, hogy röviden összefoglaljam a 35. Országos Tudományos Diákkari Konferenciát, ami persze már magában sem egy könnyű feladat, hát még az évi alkalommal, ami hát teljesen más volt, mint amit eddig megszokhattunk, és tulajdonképpen mégis ugyanaz. Két évvel ezelőtt, 2019. októberében hirdettük meg itt a Magyar Tudományos Akadémián a 35. Országos Tudományos Diákkari Konferenciát, és kezdtük meg a szervezést. Ezt követően az OTDT 2020. szeptember 19-én tartott felkészítőt a rendezőknek, és ott jelentette be Szendrő elnök úr azt a döntést, hogy kizárólag online kerül megrendezésre a 35. OTDK. Ezt követően a szekciórendezők azt gondolom, hogy bár nem kellett szállást és étkezést biztosítani a résztvevőknek, aki már szervezett konferenciát pontosan tudja, hogy bizonyos szempontból mekkora megkönnyebbülés, teljesen új típusú problémákkal és feladatokkal és feladatkörökkel kellett, hogy szembesüljenek. Nagyon-nagyon örömteli és óriási hálával tartozunk azért a 16 szekciórendezőinek, hogy az előzetes nehézségek és mindenfajta különböző probléma ellenére nagyon gördülékenyen le tudott menni a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2021 tavaszán. Ami külön eredménye volt az online rendezésnek, hogy nagyjából kétszer annyi embert értünk el, azáltal, hogy online könnyű volt a becsatlakozás a szülőknek, a családtagoknak, a barátoknak, illetve a témavezetőknek is, ami egy pécsi TDK-s hallgató esetében egy szegedi konferencia részvétel során azért sokkal nehezebben lett volna kivitelezhető. Úgyhogy így nagyjából körülbelül 20 ezer ember vett részt a 35. OTDK-n. Két évvel ezelőtt, amikor személyes jelenléttel tartottuk a konferenciát, akkor körülbelül 10 ezeren voltak.
Az előzetes várakozások ellenére a bemutatott pályamunkaszám is jelentősen, közel 10%-kal nőtt a 34. OTDK-hoz képest. Ez elsősorban a társadalomtudományi területen működő szekciók jelentős pályamunkaszámának bővüléséből adódik. A közgazdaságtudomány és a társadalomtudományi szekció is harmadával bővült az előző OTDK-hoz képest. Összesen 4492 előadás hangzott el a 35. OTDK-n, amivel ez a konferencia sorozat a harmadik legnagyobb OTDK-t jelenti az OTDK-k történetében. Minden résztvevőnek átadtunk egy ilyen hajtogatós bagyot, amely a legfontosabb számadatokat tartalmazza. Ezt emlékbe adjuk önöknek, és hát kívánjuk, hogy azért majd néha nézzenek rá, amikor azáltal, hogy elviszik, és ott lesz önöknél, hogy lássák, hogy minek voltak a részesei önök is. Amit nem tartalmaz adatszinten, és amiről már Szendrő elnök úr beszélt, ez az OTDK Plus eseménysorozat, amelyet offline módon tartottunk meg 2021. augusztusától októberéig. Az első helyezetteket hívtuk meg erre az alkalomra, és külön köszönjük az OTDK rendezőknek, hogy a hagyományosan megrendezett konferenciasorozat mellett, ami ugye a tavaszi program volt, ezt is megszervezték az OTDK első helyezetteknek offline módon. Mivel ez volt az egyetlen személyes jelenlétű eseménye a 35. OTDK-nak, így fotóink is erről vannak. Az OTDK-ra 5 fél évben lehetett fotóválogatást, nem tudjuk elindítani? Bocsánat. Jó, nem tudom, mi történt, nem néztem hátra, elnézést kérek. Az OTDK-ra 5 fél évben lehetett jogosultságot szerezni az intézmény és kari TDK konferenciákon, 1858 konferencián 12.736 pályamunkát mutattak be a hallgatók. Az OTDK-ra összesen 6.980 dolgozatot javasoltak, amelyek közül 4.753-at neveztek be a szerzőik. 2021. március 29-e és május 19-e között a 16 tudományterületi szekció 518 tagozatában 4.492 pályamunka bemutatására került sor. A témavezetők száma 5.975. A benyújtott dolgozatokat 3.287 bíráló értékelte írásban, akik 8.474 bírálatot készítettek. Az 518 tagozat munkájában 1.766 zsűritag vett részt. A kiosztott helyezések száma 1.459 volt, ami a szabályainknak megfelelően kevesebb, mint a bemutatott pályamunkák egyharmada. Örömteli, hogy az előző alkalomhoz képest ismét jelentősen emelkedett a határon túlról érkező hallgatók száma, 2017-ben 148, 2019-ben 192, 2021-ben pedig 236 pályamunkát mutattak be a határon túlról érkező hallgatók. A legtöbb előadás a közgazdaságtudományi szekcióban hangzott el, összesen 563, őket követte az orvos és egészségtudományi szekció 510 bemutatott pályamunkával. A Szegedi Tudományegyetem 3 önálló szekciót rendezett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2 szekciónak volt önálló a házigazdája, 1 szekciónak társrendezője. A Budapesti Metropolitan és a Nyíregyházi Egyetem pedig egyaránt 2-2 szekciót bonyolított le. A 2021. évi biológia szekció rendezőintézménye pedig a Bábes-Bolyai Tudományegyetem volt. A szekciókban folyó szakmai munka most is az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságainak iránymutatásával zajlott. A pályamunkák és az előadások bírálati szempontrendszerének összeállítása nagyon fontos minőségbiztosító eleme az OTDK-nak, csak úgy, mint a bírálók és a zsűritagok kiválasztása, illetve az ő munkájuk. Egy-egy OTDK megrendezése mindig nagy öröm és kihívás, emellett jelentős anyagi teher is. A szükséges forrásokat a kormányzat biztosította a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból. Köszönjük a finanszírozó és a szervezők rugalmasságát, hiszen ez tette lehetővé az eredetileg személyes jelenléttel tervezett konferenciának konferenciára rendelkezésre álló források átcsoportosítását, ami biztosította az online rendezéshez szükséges feltételeket. Az OTDT 2021-ben második alkalommal készített központilag egy felmérést, egy kutatást a hallgatók körében.
Az OTDK-t követően 1517-en töltötték ki ezt a visszajelző kérdőívet, ami magában már egy pozitív visszajelzés számunkra, de ami igazán fontos, hogy a válaszadó 91%-a mondta azt, hogy ha alkalma lenne, akkor ismét részt venne egy országos tudományos diákköri konferencián, 94%-uk pedig ajánlaná ismerőseiknek az OTDK résztvételt. Tisztelt ünnepi ülés! A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia beszélyezéséhez közeledve elmondhatjuk, hogy az extrém körülmények között megrendezett OTDK és az azt követő OTDK plusz is sikeres eseményként marad meg az emlékezetünkben. Mindenhez szükség van a kíváncsi és motivált hallgatókra, a fiatalok támogatása és a tudomány iránt elkötelezett oktatókra, akik közül a legkiválóbbakat a mai és a korábbi hasonló alkalmakkor köszöntjük és köszöntöttük. Gratulálunk a teljesítményükhöz, egyben nagyon köszönjük, hogy olyan példát mutatnak a jövő hallgatói és oktatói nemzedékének, amelyet érdemes lesz követniük. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkárának a beszámolóját. Impozáns számok hangzottak el. Elmondtam az elején, hogy 16 szakmai bizottság jelenti az állandóságot, de két évenként egy-egy intézmény, rendezőintézmény, ügyvezetősége tartja életben a rendszert. Ezúttal is köszöntöm azokat az intézményeket és az ügyvezetéseket, akik most nincsenek jelen, de nélkülük nem lett volna 35. OTDK, ráadásul kétszer, hiszen a TDK pluszt is megrendeztük. Hagyományaink is vannak, amelyeket egy más fórumon fogunk majd érvényesíteni. Bemutatok egy ilyen kis stafétát, rá van írva a TDK örök. Emlékül azoknak az intézményeknek adjuk majd át a 16 ügyvezetőnek, akik rendezték a 35. OTDK-t, hiszen a rendezőintézmények már átvették azt a nagy stafétát a következő rendező. Hát ez egy ilyen ünnepi ülés, de akik velünk vannak, főként témavezetők, bírálók és a TDK szerelmesei, azok azért velünk tarthatnak most az éterben is. Hölgyeim és uraim, a következőkben Szabinával közösen fogjuk lebonyolítani a rendezvényt. Kérem Szabinát, legyen a segítségem ebben. Köszönöm szépen. A Prosciencia aranyérmek átadására felkérem Frany Tamás elnök urat, Szendrő Péter elnök urat és Nagy Zoltán Péter igazgató urat. A kitüntetettek szólítási rendje az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságainak, illetve szekcióinak sorrendjében történik. Azon belül elsőként a szakmai bizottság elnökét szólítom, akit megkérek, hogy az oklevelének átadását követően majd álljon be Frany Tamás elnök úr mellé, a színpadnak háttal balkész felől, és gratuláljon ő is majd a saját szekciója Prosciencia aranyérmes hallgatójának. Több szakmai bizottság nem tudott már a képviselőt küldeni, ezt külön is jelezni fogom a felolvasás során. A szakmai bizottság elnök szólítását követően a 35. OTDK ügyvezető elnökének nevét olvasom föl, akik, ahogyan a Szendrő elnök úr is mondta, a létszámkorlát miatt ma nem tudnak jelen lenni. Részükre az oklevelet és a rendezés jelképét jelentő kis stafétát a későbbiekben fogjuk átadni. Ezután ABC sorrendben a Prosciencia, Proarte vagy Junior Prosciencia aranyérmet kapott hallgatókat szólítom, majd pedig felolvasom a témavezetőjük nevét. A témavezetők szintén nem tudnak ma jelen lenni, a oklevelüket és a kitűzőjüket aranyérmes hallgatójuknak adtuk át, és kértük őket, hogy juttassák el mestereiknek. Kérjük, hogy a kitüntetés átvételéhez a kitüntetettek a díszteremben a középső folyosó szélén fáradjanak majd ki, és ennek során legyenek figyelemmel arra, hogy a kitüntetések átadásáról fotó készül. Kérjük, hogy a
Amint elkészült az előző fotó, lépjen fel a színpadra a kitüntetett, és az átadókkal történő készfogás után álljanak be egy közös fotóra Frany Tamás elnök úr és Szendrő Péter elnök úr közé, és így is készül egy közös fotó. A fotózást követően kérjük, hogy az elnökségi asztalnak háttal bal kéz felé lépjenek le a dobogóról, és a szélső folyosón induljanak el vissza a helyükre. Elnök úr, mit szeretnél mondani? Szeretnék néhány szót szólni az aranyéremről, hogy akik nem ismerik ennek a mechanizmusát, hogy mit jelent ez. Aranyéremre az pályázhatott, aki első helyezést ért el a konferencián, de az aranyérem a hallgató életpálya egészét ismeri el, ösztöndíjakat, tanulmányi eredményeket, publikációkat és minden egyebet. Nagyon szigorú a rendszerünk, a 16 szakmai bizottság a pályázatokból, most 312 volt ilyen, tehát nem minden első helyzet pályázott, 500 fölött volt az első helyzetek száma, 5-5 aranyéremre tett jelölést. Ez már egy nagyon szigorú mérce, így az almanak kötetünkben a jelölteket is feltüntettük. Ezután egy albizottság ebből kiválogatja a legjobbakat, 4 ilyen van, és a főbizottság dönt az aranyérmekről, azt már elmondta Szabina, hogy 51. Ami újdonság, és nem mindig sikerül, hogy középiskolás is kap junior aranyérmet, amennyiben a 200-nál több résztvevő közül legalább 30-an a versenyben is részt vettek. Nos, én azt gondolom, hogy a jók közül a legjobbakat most kitüntetjük Kocsis Előd által létrehozott aranyéremben, és ezzel az aranyérmesek száma most már 820-ra a 30 év alatt felszaporodik, nagyon szigorú mérce szerint, tehát ez az érem nagyon értékes mindenki számára, leginkább a mi számunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én még annyit kérnék mindenkitől, illetve hívnám fel a figyelmet arra, hogy ugye élőben közvetítjük a kitüntetések átadását, és felvétel is készül, és fotók is. Mindent közzéteszünk a honlapunkon, ezért kérem, hogy fotózással ne zavarják az átadást. A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának rendező intézménye az Állatorvostudományi Egyetem. A szakmai bizottság elnöke Pénzes Béla egyetemi tanár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemről. Kérem elnök urat, hogy fáradjon ki az oklevelének átvételéhez, és ezt követően pedig maradjon majd ott Freund elnök úr mellett. Köszönöm. A szekció ügyvezető elnöke Rácz Bence egyetemi docens, Állatorvostudományi Egyetem. Aranyérmes hallgatók és témavezetői. Harangi Laura, környezetmérnök szakos hallgató, Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar. Témavezetője, Beszédes Sándor, főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar. És kérjük, álljon be egy közös fotóra, és kérem, hogy amikor a fotós ott integet, akkor mindenki ránézzen. Köszönjük. Lőrinc Balázs, doktorandusz, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, témavezetője, Káposzta József egyetemi tanár, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Vitális Flóra doktorandusz, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, témavezetője Kovács Zoltán egyetemi docens, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Kérem, hogy közben nyugodtan induljanak el, aki tüntetettek, hogy akkor kicsit felpörgessük. Nyugodtan jöjjön már közben, Flóra, köszönjük, nem fog...
Állam és jogtudományi szekció. Köszönjük szépen Pénzes professzor úrnak majd a rész a átadást. Még egy pillanatra a fotó erejéig maradjon, az a kérésünk. Köszönjük szépen, és akkor most köszönjük, és akkor az állam és jogtudományi szekció következik, rendező intézmény a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, a szakmai bizottság elnöke Balogh Judit egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, a szekció ügyvezető elnöke Szikora Veronika egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik. Balázs Gergő Barna, jogász hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Témavezetője Kajtár Gábor egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Herdon István doktorandusz, Debreceni Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Témavezetője Zakaria Márton Leó, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Káresz Marcell István, doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Témavezetője Hoffmann István egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Szabó Patrik doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Orbán Endre egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Szabó Patrik a prosciencia aranyérmes, Orbán Endre pedig a témavezetője. A 35. OTDK biológia szekciójának rendező intézménye a Bábesbólyai Tudományegyetem volt, annak is a biológia és geológia kara. A szakmai bizottság elnöke Padisság Judit egyetemi tanár a Pannon Egyetem mérnöki karáról, aki sajnos ma nem tud itt lenni velünk. A szekció ügyvezető elnöke Markó Bálint egyetemi tanár, Bábesbólyai Tudományegyetem biológia és geológia kar. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik, Bognár Zsófia doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar. Témavezetője Kubinyi Enikő tudományos főmunkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar. Hávencius Alida Anna, doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar. Témavezetője Tölgyesi Csaba egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar. Ő ma nem tud velünk lenni, úgyhogy az oklevelét azt majd átveszik helyette. Pejcsik Diana, doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, természettudományi kar. Témavezetője Varga Zoltán Kristóf, tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutatóközpont, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat. Fizika, földtudományok és matematika, szekció, a rendező intézmény a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kara. A szakmai bizottság elnöke Horváth Ákos egyetemi docens az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karáról. A szekció ügyvezető elnöke Mucsi László egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karáról. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik. Csörnyei Géza Attila doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar. Témavezetője Dobos László egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar. Hajas Tamás Zoltán doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi kar. Témavezetője Babcsány Boglárka, tudományos segédmunkatárs, Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar. Igari András doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, témavezetője Szabó Pál egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. A Had- és Rendészettudományi Szekció rendező intézménye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképzőkara volt. A szakmai bizottság elnöke Padányi József egyetemi tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképző Karáról. Elfoglaltsága miatt a szakmai bizottság elnök helyettese Németh András egyetemi docens veszi át az elismerést. A szekció ügyvezető elnöke Krajn Zoltán egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképző Kar. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik. Pápics Patrik, okleveles villamosmérnök, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvéd Tisztképzőkar, valamint az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán villamosmérnöki kara. Témavezetője Németh András egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvéd Tisztképzőkar. Virág Krisztián, villamosmérnök szakos hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvéd Tisztképzőkar, valamint az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán villamosmérnöki kara. Témavezetője Németh András egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvéd Tisztképzőkar. Humántudományi szekció, rendező intézmény a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi kara. A szakmai bizottság elnöke, Borsodi Csaba egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Aki úgy látom ma nem tud velünk lenni. Tasi Réka egyetemi docens volt a ügyvezető elnök a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karáról. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik, Bajzát Tímea Borbála doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, témavezetője Kugler Nóra, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Illés Kornél András doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, témavezetője Nagy Balázs, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Kerti Anna Emese, magyar nyelv és irodalom, latin nyelv és kultúra szakos, osztatlan tanár szakos hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Tamás Ábel egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, ő a témavezető. Kovács Dominik, okleveles irodalom és kultúratudomány szakos bölcsész, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, témavezetője Vitekné Balogh Piroska, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Szeteli Anna Zsófia, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanárszakos hallgató, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, témavezetője Alberti Gábor, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Informatika Tudományi Szekció, rendező intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara. A szekció ügyvezető elnöke Kozsik Tamás egyetemi docens az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai karáról, az ügyvezető elnök Tóth Melinda egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai kar. A szakmai bizottság elnöke sajnos most nem tud jelen lenni. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik Csutak Balázs doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, információs technológiai és bionikai kar. Témavezetője Szederkényi Gábor egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, információs technológiai és bionikai kar.
Reisinger Patrik doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai kar, témavezetője Szemenyei Márton egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai kar. Vági Mihály András doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai kar. Témavezetője Kovács Mihály egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai kar. Varnyú Dóra, mérnök informatikus szakos hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai kar. Témavezetője Szirmai Kalos László, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai kar. Kémia és vegyipar, a rendező intézmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kara, a szakmai bizottság elnöke Skodáné Földes Rita egyetemi tanára Pannon Egyetem mérnöki karáról, hivatalos elfoglaltsága miatt a szakmai bizottság elnök helyettese Jarlovszky Pál egyetemi tanár veszi át helyette oklevelét. A szekció ügyvezető elnöke Császár Attila egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik Dargó Gyula doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki kar, témavezetője Kupai József egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki kar. Horváth Réka Anna, vegyészmérnök szakos hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, vegyészmérnöki és biomérnöki kar, témavezetője Jedlovszky Pál egyetemi tanár, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, természettudományi kar. Ken Dóra, doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar, témavezetője Kele Péter tudományos főmunkatárs, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, természettudományi kutatóközpont. Közgazdaságtudományi szekció rendező intézmény a Soproni Egyetem Lánfalusi Sándor közgazdaságtudományi kara volt. A szakmai bizottság elnöke Takásné György Katalin egyetemi tanár az Óbudai Egyetem Keleti Károly gazdasági karáról. A szekció ügyvezető elnöke Ceglédi Tamás egyetemi docens Soproni Egyetem Lánfalusi Sándor közgazdaságtudományi kar. Prosciency aranyérmes hallgatók és témavezetőik Bánóczi Anna, pénzügyszakos hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem. Témavezetője Badics Milán Csaba, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem. Csíki Otto doktorandusz, Bábesbólyai Tudományegyetem, közgazdaság és gazdálkodástudományi kar. Témavezetője Szász Levente egyetemi tanár, Bábesbólyai Tudományegyetem, közgazdaság és gazdálkodástudományi kar. Hartwig Áron Dénes, okleveles közgazdász, Budapesti Corvinus Egyetem, témavezetője Madari Zoltán, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem. Lukács Gergely Dániel, okleveles alkalmazott matematikus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi kar, témavezetője Molontai Roland egyetemi tanársegéd, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi kar. A Műszaki Tudományi Szekció rendező intézménye 2021-ben a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki kara, a gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki kara, valamint az építész, építő és közlekedésmérnöki kara volt.
A szakmai bizottság elnöke Palotás Árpád Bence egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karáról, aki sajnos ma nem tud jelen lenni. A szekció ügyvezető elnöke Kucman Miklós egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki karáról. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik Horváth Hanna Zsófia doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki kar, téma vezetője Takács Dénes egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki kar. Lükő Gabriela doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építőmérnöki kar. Téma vezetője Torma Péter egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építőmérnöki kar. Nagy Gáborné Ambrus Mária doktorandusz, Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar. Téma vezetője Mucsi Gábor egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar. A művészeti és művészettudományi szekcióban ProArte aranyérmek átadására kerül sor. A szekció rendező intézményei 2021-ben a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatív Ipari Kara, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara voltak. A szakmai bizottság elnöke Dropa Judit egyetemi tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatív Ipari Kar. A szekció ügyvezető elnöke Csizmadi Péter egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatív Ipari Kar. ProArte aranyérmes hallgatók és témavezetőik. Boc Gabriela, okleveles építőművész, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar. Témavezetője Németh Pál egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar. Zaher Ádám Bendegúz, okleveles építészmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki kar. Téma vezetője Vásáros Zsolt egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki kar. Az orvos és egészségtudományi... Ja? Köszönöm. Kicsit gyors voltam. Az Orvos és Egészségtudományi Szekció rendező intézménye 2021-ben a Szegedi Tudomány Egyetem Szent Györgyi Albert orvostudományi kara volt. A szakmai bizottság elnöke Mátyus László egyetemi tanár a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karáról, akinek hivatalos elfoglaltsága miatt a szakmai bizottság titkára ifjabb Rakoncai Zoltán egyetemi tanár veszi át az oklevelét. Így tudtuk mi, de ezek szerint az élet sajnos ezt felülírta. A szekció ügyvezető elnöke Peták Ferenc egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert orvostudományi karáról. A Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik Bátai Bence doktorandusz, Semmelweis Egyetem általános orvostudományi kar. Téma vezetője Bödör Csaba tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem általános orvostudományi kar. Kottmayer Lili doktorandusz, Semmelweis Egyetem általános orvostudományi kar. Téma vezetője Alpár Donát tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem általános orvostudományi kar. Meszlényi Valéria Éva okleveles orvosdoktor, Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert orvostudományi kar. Téma vezetője Siklós László tudományos tanácsadó, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Nászai Anna doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert orvostudományi kar. Téma vezetője Juhász László tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert orvostudományi kar.
Szabó Máté doktorandusz, Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar, témavezetője Kovács Tamás egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar. A pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció rendező intézménye 2021-ben a Nyíregyházi Egyetem volt. A szakmai bizottság elnöke Gáspár Mihály professzor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai kar. A szekció ügyvezető elnöke Vasnő Figula Erika főiskolai tanár a Nyíregyházi Egyetem. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik, Gergely Bence, pszichológia szakos hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi kar. Témavezetője Takács Szabolcs egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi kar. Kozma Kitti, angol nyelv és kultúra, történelem és állampolgári ismeretek tanárszakos hallgató, Debreceni Egyetem bölcsészettudományi kar. Témavezetője Ceglédi Tímea egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem bölcsészettudományi kar. Marosán Gréta, kulturális mediáció szakos hallgató, Debreceni Egyetem bölcsészettudományi kar. Témavezetője Márkus Edina Ilona, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem bölcsészettudományi kar. Ő egy későbbi alkalommal fogja átvenni az oklevelét és a kitüntetését. Mátyás Eszter, doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, bölcsészet és társadalomtudományi kar. Témavezetője Hargita Irita egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, bölcsészet és társadalomtudományi kar. A tanulás és tanítás módszertani tudástechnológiai szekció rendező intézménye a Nyíregyházi Egyetem volt 2021-ben. A szakmai bizottság elnöke Kaposi József egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, bölcsészet és társadalomtudományi kar. A szekció ügyvezető elnöke Minya Károly főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem. Prosciencia aranyérmes hallgató és témavezetője, Muzsnai Anna doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, természettudományi kar, és témavezetője Szabó Csaba egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, természettudományi kar, és ő is egy későbbi alkalommal veszi át a kitüntetését. A társadalomtudományi szekció rendezőintézménye a Budapesti Metropolitan Egyetem üzleti kommunikációs és turisztikai kara volt. A szakmai bizottság elnöke Orosz Éva egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karról, aki sajnos ma nem tud jelen lenni. Murai András főiskolai docens, a volt ez ügyvezető elnök a Budapesti Metropolitan Egyetem üzleti kommunikációs és turisztikai karáról. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetőik, Rudis Ferenc Martin doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar, témavezetője Dunai Tamás egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar. Tegzes Nóra Valentina doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, bölcsészettudományi kar, témavezetője Vér Ádám egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, bölcsészettudományi kar. A testnevelés és sporttudományi szekció rendező intézménye 2021-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző kar volt. A szakmai bizottság elnöke Tihanyi József egyetemi tanár a testnevelési egyetemről, aki nem tud ma jelen lenni. A szekció ügyvezető elnöke Győri Ferenc főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karáról. Prosciencia aranyérmes hallgatók és témavezetői pedig Buti Nikolett, okleveles testnevelő, gyógytestnevelő és egészségfejlesztő tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai karáról, témavezetője pedig H. Eckler Judit, egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel pedagógus képzőközpontjából. Szántai Levente, okleveles pszichológus, Szegedi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar,
Témavezetője pedig Szabó Éva egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar. A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián több mint 30 pályamunkát mutatta be középiskolás diákok, ezért kiosztásra kerülhetett a Junior Prosciencia aranyérem, amelyet 2021-ben Krész Gellért nyert el a Gödöllői Református Líceum gimnázium diákjaként. A témavezetője pedig Pétervári Máté egyetemi adjunktus a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karáról. Köszönjük szépen az átadóknak, ezennel a Prosciencia aranyérmek átadásának végére értünk. Szendrő elnök urat megkérem, hogy maradjon ott, és a külön díjak átadását. Megérkezett ide is a mikrofon, szeretettel köszöntöm az aranyérmeseket, és akkor három külön díjat kapunk. Névsor szerint Ári Tamás Lajos. Kérem, hogy fáradjon ki. Ári Tamás Lajosnak az oktatási jogok szóval. Külön díját. A dolgozatában feltárt értékek alapján érdemelte ki egy prosciencia aranyérmes. A külön díj egy faszobor, amelyet az oktatási joga biztosának édesapja Tamás Lajos marosvásárhelyi fafaragó készített. A külön díjat kapja Balázs Gergő Barna, jogász hallgató, az Állam és Jogtudományi Szekcióból, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karáról. Kérem, hogy fáradjon ki, és vegye át a kitüntetését. Gratulálok. Csinálunk fotót is, de középre már egy van, de ilyen még nincs. Mikrofont eltesszük. Azért már elmondom, hogy az oktatási jogok biztos a régi szövetségesünk és édesapja, legutóbb itt is volt, már kezdi faragni a 36. OTDK-ra kitüntetést. Ez is mutatja, hogy a TDK örök. Pakos János professzor urat kérem, az Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét, a következő kitüntetés átadót, aki a Progresszió alapítvány elnöke is. A Pro Progresszió Alapítvány külön díját a pályamunkájukban megfogalmazott műszaki, tudományi és innovációs értékek alapján két prosciencia aranyérmes hallgató érdemelte ki. Csutak Balázs doktorandusz az Informatika Tudományi Szekcióból a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia és Biomérnöki Karáról. Kérem, hogy ő is fáradjon ki átvenni a kitüntetését. A másik kitüntetett pedig Reisinger Patrik doktorandusz, Informatika Tudományi Szekció, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnök és informatikai karáról. Kérem őt is, hogy fáradjon ki átvenni a kitüntetését.
Köszönjük szépen Pakucs elnök úrnak a díjátadásban való közreműködését. A Szellemi Örökség hivatalának elnökét, Pomázi Gyulát szólítom, őszintén, most első ízben, de hivatal nagyon sokszor már megköszöntött minket. Elsősorban azért adja, hogy szellemi értékeket tartalmazó aranyérmes dolgozatokat elismerje. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának külön díját 2021-ben a pályamunkájába foglalt szabadalmi értékekkel érdemelte ki Szabó Máté doktorandusz az Orvos és Egészségtudományi Szekcióból a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karáról. Köszönjük szépen elnök úrnak a díjátadásban való közreműködést. És akkor szeretném felkérni Weisbuch Tamás urat, az Országos Tudományos Diákköri Tanács megválasztott elnökét, a Honoris Causa Prosciencia aranyérmem 2021. évi kitüntetettjeinek laudálására és a díjak átadására. Tehát ünnepi ülés, először is nagy szeretettel köszöntöm és gratulálok az aranyérmeseknek. Ültem hátul, néztem, hogy jöttek kifelé, és arra gondoltam, hogy tegnap minden megvan, mert azért mégis kezet fognak az akadémia elnökével, és most nem akarom sorolni még ki mindenkivel. Egyetlen egy dolog nincs meg a szokásosokhoz képest, hogy visszamennek, és akkor ott ül mellettük a témavezető, aki csak úgy megfogja a kezüket. Vagy ott van a hátsó sorokban, ott ül esetleg az édesanyjuk, vagy valaki a szülők közül. Ez a személyes elem, ez most hiányzik. Én ezt most azért mondtam el, hogy valahogy gondoljanak arra, és remélem, hogy akik nézik, biztos, hogy nézik önöket, akik büszkék önökre, és akikkel nagyon sokat voltak együtt, akár a család támogatásával, akár az egyetemi támogatással, hogy valahogy próbálják ezt érezni most, ezt a befogadást. És akkor áttérnék arra, amire fölkértek, bocsánat. A Honoris Causa Prosciencia aranyérem az az Országos Tudományos Diákköri Tanács legmagasabb szintű elismerése. Három érmet adunk ki tradicionálisan, legfeljebb hármat érmet adunk ki egész pontosan tradicionálisan két évente. Egyet a tág értelembe vett humaniórák területén, egyet a reáliák területén, és egyet pedig valamilyen közszereplőnek. A közszereplők között, egyebek között például az akadémia elnökei is szerepeltek a korábbiakban, ezt csak azért mondom, mert Freund elnök úr lesz az első elnök, akinek nem fogunk tudni elnökként adni Honoris Causa Prosciencia aranyérmet, mert ő már megkapta, mint kutató 2018 évvel, tehát itt meg fogjuk törni ezt, azt gondolom a későbbiekben ezt a hagyományt. Idén a három jelöltünk olyan, akik már érdekes módon mind szerepeltek itt most az elmúlt percekben. A tág értelembe vett humaniórák területéről Balog Judit docens, azt mondja, kérem szépen, hogy fáradjon ki, ő az, aki a, és megkérlek, hogy állj ide mellém, és egy pár szót mondanék erről, mielőtt átadnám a díjat. Balog Judit maga is prosciencia aranyérmes, tehát ő már ez a bizonyos új generáció sokáig a prosciencia aranyérmesek társaságának elnökeként is működött, és hát lehet látni azt, hogy az állam és jogtudomány szekció kapcsán itt állt kint, tehát ő most ennek a szekciónak az elnöke, de hát rengeteg mindenben dolgozik még az etikai bizottságunk tagja és képviselője, és végül, de nem utolsó sorban, az egész TDK átszövi az életét, és ő maga a TDK-t is, tehát mindenben valóban, tehát ő egy olyan példakép számomra is a fiatal generációból, aki garancia arra, hogy a TDK valóban örök lesz. Nem akarok sokat beszélni róla, hiszen az időnk korlátos, úgyhogy nagyon nagy szeretett és tisztelettel gratulálok, és adom át a... Köszönöm szépen.
Ez egy maszkos puszi volt, úgyhogy tudom igazolni, tehát teljesen COVID-safe. Ja? Ki lesz a mikrofon? Ja, hogyha én is kellek hozzá. A másik kitüntetett, Pénzes Béla professzor úr, aki szintén már volt kint, és megkérném, hogy jöjjön ki. Ha valaki azt hinné, hogy a szekciók ABC sorrendjében az első két elnököt választottuk ki, akkor jelzem, hogy nem ez az algoritmus működött, bár ezt is rá lehetne húzni erre a helyzetre. Pénzes Béla professzor úr egy érettebb generációt képvisel, több mint 20 éve az Agrártudományi Szakmai Bizottság elnökeként, de hát előtte meg TDK-sként, állami vezetőként is az agrárium területén, és hát a TDK-t közhasznú alapítvány elnökeként is rengeteget tett az elmúlt évtizedekben a TDK-ért, és hát most is egészen mostanáig alelnökként is szolgált, az élettudományokat segítő alelnökként. Nagyon nagy tisztelettel és Köszönöm szépen. És most tulajdonképpen elkérném az oklevelet előre. És most tulajdonképpen egy furcsa közéleti szereplőt fogok bejelenteni. És meg is kérném, hogy jöjjön ide Szendrő Péter. És mielőtt azért mondom a fiataloknak, hogy nem arról van szó, hogy egymásnak adogatunk okleveleket, tehát itt az idős emberek egymásnak tologatják a papírokat. Professzor úr, gyere, légy szíves, elnök úr. Szendrő Péter professzor, nem fogom laudálni, mert értelmetlen lenne ilyen rövid időben hosszan, meg nem tudunk beszélni, de azt tessék tudni róla, hogy amikor 35 évvel ezelőtt, 1986-ban, tehát nagyon régi időben az Országos Tudományos Diákköri Tanács önállóvá vált. Ez volt a magyar felsőoktatásban az első önálló politikától független szervezet, egy autokefál szervezet, amelyik tudományos alapon szerveződött. Akkor őt választottuk, én is már ott voltam elnöknek, és azóta is 34-35 éven keresztül ezt a tisztet vitte. Rengeteg mindent köszönhetünk neki, egyebek között magát ezt a kitüntetést is neki köszönhetjük, és értelem szerint ő sosem kapta meg, miért is kapta volna meg, mindig ő írta alá ezeket az okleveleket. Most van egy olyan pillanat, amikor megköszönjük ezt a munkásságát neki, itt marad velünk örökös elnökként az OTD munkája továbbra is segíteni fogja, de most van ez a pont, amikor azt gondolom, hogy messze az OTDT-n túlmutató általános közéleti tevékenységét a magyar felsőoktatás és a magyar általános tehetséggondzás, közoktatási tehetséggondzásban is kiemelkedő eredményt ismerjük el, és azért mutatom, kértem el ezt az oklevelet, és mutatom, nem tudom, melyik kamerának mutassam, mert ugye valakinek alá kellett írni, ez egy ilyen joghézag, de a teljes OTDT elnöksége írta alá. Valamennyien itt a kollégák megszervezték az elmúlt napokban, megjárt a Debrecent, Miskolcot. És nagyon nagy tisztelettel köszönöm, professzor úr, hogy velünk vagy. Köszönöm. Kérem Jedlovszki Hajdú Angélát, hogy a Prosciencia Aranyérmesek Társaságának elnökeként köszöntse az új aranyérmeseket. Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt és az online térben minket követőket, és külön köszöntöm a friss érmeseket. 14 évvel ezelőtt, amikor én kaptam meg az aranyérmet, bevallom őszintén, egy beszédre sem emlékszem abból, csak arra, hogy ott ültem, néztem az érmet, és nem akartam elhinni, hogy ezt tényleg én kaptam meg. Most már 32 éve kapják meg a különböző kutatók, több mint 800 kutató rendelkezik aranyéremmel.
Ha végigkövették figyelmesen, akkor láthatták, hogy ez a 16 szekció az nagyon változatos, nagyon sokféle diák kap ilyen kitüntetést. Ami közös bennünk, az igazából nem csak az aranyérem, hanem az, hogy kutatók vagyunk. Önök, akik most megkapták ezt az aranyérmet, talán hallgatói életük legmagasabb kitüntetését vehették át, viszont az életpályájuknak az elején tartanak. Bízom benne, hogy aranyérmesként, ha társaságunkhoz csatlakoznak, akkor egy olyan közösség tagjai lehetnek, akik mind kutatók, segítik egymást, támogatják egymást, és 2 évente megrendezésre kerülő konferenciáinkon együtt bemutatjuk egymásnak, hogy hova jutottunk el, és ha szükség van rá, akkor segítséget kapunk. A következő ilyen találkozónk, aranyérmes találkozónk, az jövő ősszel lesz, bocsánat, Szegeden, és nagyon bízunk benne, hogy a friss érmesek ott lesznek, és bemutatják magukat, mert az elmúlt 2 évben ugye nagyon megváltozott az életünk, átkerült az online térbe, és bízunk benne, hogy ahogy a tavalyi konferenciánk nekünk is online került megrendezése, jövőre már személyesen Szegeden együtt lehetünk, és személyesen az egész társaság köszöntheti a friss érmeseinket. Maga ez a társaság egy összetartó közösség. Ez azt is mutatja, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a 30 éves átadót ünnepeltük, akkor létrehoztunk egy alumni rendezvénysorozatot, melynek a következő állomása az idén lesz, vagyis a 91-es érmeseket fogjuk köszönteni délután, és bízom benne, hogy minél több friss érmes is csatlakozni fog hozzánk, még azok is, akik nem tudtak regisztrálni, várjuk őket nagy szeretettel. Úgyhogy bízom benne, hogy mindazok, akik ma itt vannak, azok a társaságra úgy fognak tekinteni, mint egy olyan közösségre, akikhez bármikor fordulhatnak, akár segítség, akár tudományos előmenetel, kérdés, vagy bármi más tekintetébe. Nagyon-nagyon gratulálok Önöknek, és további szép napot. Köszönöm. Köszönjük szépen elnök asszony szavait, és megkérném Szendrő elnök urat az OTDT aranykitűző elismeréseknek, illetve az OTDT kommunikációs díjainak átadására. Talán az elején elmondtam, hogy itt mindenki ingyen dolgozik. A köszönet azonban az ifjúság részéről jön, de részünkről is. Minden alkalommal egy arany kitűzővel, ami tényleg színarany, elismerjük azoknak a munkáját, akik így vagy úgy tehetséggondozás pártjára szegődtek hosszú évtizedek óta, vagy akár egy évtizede is meghatározó személyiségei ennek a munkának. Idén 5 ilyen aranykitűzőt adunk át, 3-an át tudják venni, azokat fogom név szerint szólítani, és néhány mondatot engedjetek meg laudációként nagyon röviden. Balog László tanár urat, Debrecen Egyetem volt dékányát, a Magyar Tehetség Segítő Szervezetek Szövetségének elnökét. Kicsit hosszú ez a ma tehetsz betűszó, de az egész élete a tehetséggondozásról szól, a köznevelés és a legkisebbek tehetségével foglalkozó nagyszerű Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és az ő nevéhez fűződik, és mindaz, ami számunkra középiskolákból elhozza a tehetségeket a felsőoktatásba. Kedves tanár úr, gratulálok valamelyik nevében, és köszönöm ezt a munkát. Isten éltet! Fénykép lesz, persze. Várjál, akkor ide állok. A következő személy Birkner Zoltán. Nem köszöntöttem mind a hivatal elnökét,
Azért, mert mint kitüntetett szeretném elmondani, hogy az OTDT egy sajátos pályát fut be, mindig az oktatáshoz közeli kormányhivatal vagy minisztérium mellett dolgozott, az infrastruktúráját felhasználva. Nem mondtam, de itt mondom el, hogy a fővédnökeink az ITM, Tudományos Akadémia és a Családokért Minisztérium, Nemzeti Tehetségprogram néven ismert, amely 20 évre biztosítja a tudományos műhelyek anyagi támogatását. Birkner Zoltán, habilitált egyetemi docens, elnökünk. De ez nem minden, mert kezdettől fogva, sőt, még valamikor korábbról is, lelkes pártolója a diákköri mozgalomnak. Nem tudok olyat kérni, amit ne teljesítene, sőt, mint a hivatal elnöke, minden erejével és energiájával, humorával, nagyszerű szólásaival segíti a tudományos diákköri munkát, titkárságot, de ennél szélesebb körben is ismert és elismert az ő tehetséggondozási szeretete. Isten éltesse, gratulálok is. Következő kitüntettünk Dubéci Zoltán, itt ül a széken, gyere ki. Ő egy szürke eminenciás, a Magyar Rektori Konferencia főtitkára, de nem csak az, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsadója, és minden helyen ott van, ahol felsőoktatást kell szeretni és támogatni. A rektori konferenciák változnak az elnökei. Keszthelyi Szabó Gábor, Bódis József és mindig egy rektor. Ő azonban állandó, az ő támogatása, ügyszeretete olyan, ami nagyon nagyban segíti azt, hogy egy tehetségbarát Magyarország szülessék, elsősorban az önök, a ti munkásságatok által. Kedves Zoli, ezért hívtalak ki, és ezért gratulálok ezzel a kitűzővel. És akiket most névszor szerint mentünk eddig is, itt nem tudok köszönteni, de elmondom. Következő kitüntettünk Marót Miklós, a Sapiencia Hungária Alapítvány kuratóriumi elnöke. Nagyon sok egyéb funkciója van, ő akadémikus is. De elsősorban azt szeretném megköszönni vele és általa, hogy a határon túli TDK program, itt hirdetjük ezt, olyanná vált, hogy ma már elmondhatjuk, hogy TDK határok nélkül a Kárpát-medencében. Később fogja átvenni a kitüntetését. Másik kitüntetésre érdemes személyiség Novák Katalin, Családokért felelős miniszter, tárcanélküli miniszter, aki korábban is és ma is a Nemzeti Tehetségprogram lelke, az a 4 milliárdos program, ami nagy részt a közoktatás, köznevelés és a felsőoktatás műhelyeit támogatja és a határon túl is segít. Novák Katalin minden tekintetben édesanyja, kicsit a TDK-nak is áttételesen, és ezt szerettük volna megköszönni ezzel a kitüntetéssel, de sajnos a kormányülés felülít minket, de majd megtalálom a módját, hogy átadjam. Még egyszer gratulálok az öt kitüntetetnek, és tapsoljuk meg a távollétőkben is.
Most pedig a kommunikációs díjak átadására kerül sor. Ez egy érdekes dolog. 10 évvel ezelőtt hoztuk létre újságírói díjaként, de rájöttünk, hogy a kommunikáció nem csak újságírásból áll, sok minden egyébből is. Azokat tüntetjük ki, legfeljebb 3 kitüntetést adunk, akik munkásságukkal, kommunikációjukkal, így vagy úgy írásban, szóban, vagy televíziós műsorokban. A valóságot mutatják be erről a mozgalomról, ahol nem harapja meg a postás a kutyát, nincsenek balhék, és mégis érdemes a magyar társadalomnak ezt a szeretét bemutatni a tudománynak, hiszen ez a jövő. Nos, akkor most elkezdem ezt az átadást. Elsőleg szólítom Kósné Török Erzsébetet, aki nem csak titkára volt ennek a nagyszerű szervezetnek, hanem könyvtáros is, éppen a Szent István Egyetemen Kosári Domokos könyvtárt alapított, és most azért tüntetjük őt ki, mert egy kötet jelent meg a szerkesztésében, úgy szól, a TDK vonzásában 7 évtized, 35 OTDK. Gratulálok, köszönöm a munkádat, és tarts velünk a jövőben is. Második, és nem sorrend, csak valahogy így adódott, kitüntetettünk Szécsi Gábor professzor úr, Pécsi Egyetem egyik dékánja, a kommunikációs alelnökünk, aki megírta az utolsó 10 év történetét, egy kiváló akadémiai kiadásban megjelent kötetet, miként a másik kötet is. A megújulás műhelyei, Magyar Tudományos Diákköri Konferenciák történetek, 2011-től 2020-ig. Ő egyben Andrea Ádám professzortársunknak is emléket állít ebben a műben, aki az előző 50 évet írta, de már nincs közöttünk. Gábor, gratulálok és köszönöm. Most egy különleges műfaj következik, az M5-ös TV Novum című műsora, akinek két lelke, Zémolnár Szilvia és Bújdosó Balázs. Egyikük szerkesztő, Balázs az operatőr. Nagyon sokat köszönhetünk nektek, hiteles és nagyszerű híradással vagytok a TDK, az OTDK-ról, és ezt is köszönöm. Tartsatok velünk továbbra is. Kérem, hogy legyétek el. Kedvesem, neked adom, ha nem a tiéd, cseréljétek ki. Isten éltesen. Gratulálok a gyermeknek. Nagyon szépen. Köszönöm. Fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Hogy csináljuk? Kizárólag, jó? Köszönöm. Végezetül Szilviának azért is gratulálok, mert az utolsó műsor után néhány perccel vagy néhány héttel született meg a gyermeke.
Isten éltesse őt is. Tapsoljunk. Köszönöm. Ja, zárjam be. Igen, mert így is késésben vagyunk, de ennél gyorsabban tiszteletből se tudtuk volna csinálni. Hölgyeim és uraim, az első felvonás véget ért, 15 perc szünet van. Arra kérem az Országos Tudományos Diákkörű Tanács különböző funkciójában lévő barátaimat, maradjanak itt, hiszen a mestertanár aranyérem átadására kerül sor. Kitüntetetteknek, vendégeimnek köszönöm a részvételt, azt kérem, hogy elől távozzanak, hogy lassan, szület után benépesüljön a terem, most már a tanárokkal, akiknek elismerjük a munkáját. Köszönöm szépen, az első felvonás véget ért, menjetek békére. Viszontlátásra.
HTDK alkalmából rendezett kitüntetés ünne, átadó ünnepi ülésének második részét. Az ülés vezetésére felkérem professzor dr. Szendrő Péter urat, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökét. Halló. Köszönöm szépen a szót. Kedves barátaim, tanártársaim, ez egy sajátos rendezvény, most már nem szól a himnusz, amikor elindultunk az aranyérmek átadásával, akkor ez megtörtént. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, tanártársaimat, akik ma a mestertanár aranyérmet fogják átvenni. Hagyományosan a fiatal aranyérmes tudós jelöltek és kezdőtudósoknak az akadémia elnöke adta át, most pedig a tanároknak a felsőoktatásért felelős államtitkár Bódis József rektor úr fogja átadni. Köszöntésekre is sor kerül most, kicsit gyorsítva a tempót. Köszöntelek benneteket, mestertanár aranyérmeseket. Köszöntöm az éterben azokat, akik jelen vannak, jelen voltak az aranyérem átadásakor is, és elmondom, hogy a mestertanár aranyérem azokat a mestereket illeti meg, akik szigorúan legalább egy évtizede mesterként szolgálják ezt a nagyszerű mozgalmat, amit úgy hívnak, hogy TDK. Engedjék meg, kedves vendégeim, hogy bemutassam először az elnökséget. Frajt Tamás elnök urat, Magyar Tudományos Akadémia elnökét, aki ebben a közegben, a nagyszerű tudománytemplomában fogadja mindig az elnök, nevesül most elnök úr, a kitüntetetteket, jelképez, és ígérvény arra, hogy neveltjeitek előbb-utóbb az akadémia tagjai lesznek, vagy legalábbis tudománnyal foglalkozó közszereplők, vagy akár tudósok, felsőoktatásban tanítók. Bódis József rektor úr, felsőoktatásért felelős államtitkár, most az Innováció és Technológiai Minisztérium képviseletében, és egy érdekes dolog történt, engedjétek meg, hogy dr. Sziráki Szabinát bemutassam. Nem történt meg ez az elnökség bemutatásokon az első fordulóban, hiszen aki ezt a hölgyet nem ismeri, az nem ismeri a TDK-t, úgyhogy ő fog majd jelentést tenni szokás szerint arról, hogy mi történt, hogy lássátok, hogy mi az, ami a 35. OTDK-n újdonságként szerepelt, mi az, ami hagyomány, mi az, amit újra terveztünk. Engedjétek meg, hogy Weisbuch Tamás professzurat bemutassam, aki őt sem ismeri. Tanárok között olyan nincs is. Bemutassam Pénzes Bélát. Most nem úgy, mint az Agrártudományi Szakbizottság elnöke, professzor úr, a TDK-ért közhasznú alapítvány kuratőrnek elnöke is, aki Matolcsy György gesztusából fakadóan, már többszörösen is lehetőséget biztosított, hogy támogatva az alapítványt minden mestertanár aranyérmesnek 200 000 forintos jutalmat tudunk adni. Jedlovszky Hajdó Angéla most már az aranyérmesek társaságának elnöke 820 aranyérmest képvisel. Ő ugyan még nem mestertanár aranyérmes, de minden egyéb már aranyérmes és mindenféle. Ő az, aki életben tartja ezt a nagyszerű mozgalmat, ami az aranyérmesek társaságát jelenti, és most a 15-et is megtartották kényszer nélkül konferenciájuk, tudományos konferenciájukat, és ma pedig ünneplik a 30. évfordulót. Köszönöm szépen!
Körülnézek és mondom, hogy a mai második forduló főszereplőjét mutatom be, Weisburg Tamást, aki megválasztott elnöke, már te vagy az utolsó most az elnökségben, elnökülök, mindenkit bemutattam. Ő a megválasztott elnök, és az ülés végén át fogom adni neki a stafétabotot jelképesen, meg igazából is. Ő lesz mától kezdve az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Köszöntöm még azokat, akik jelen vannak, szakmai bizottsági elnökök, az első részből itt maradtak, kitüntetők, kitüntetettek. Köszöntöm az éterben mindazokat, akik velünk tartanak továbbra is, barátokat, családtagokat, és mindenkit, aki megtisztel a jelenlétével. Én arra kérem most is sorrendben elnök urat, Rajt Tamás akadémikus urat, hogy köszöntse ezt a közösséget, és mondjon néhány szót számukra is. Tisztelt államtitkár úr, elnök urak, kedves díjazottak, hölgyeim és uraim! A mai rendezvényen elismerésben részesülők életpályái nagyon változatosak, ideértve az első félidő díjazottjait is. Kutatóként, tanárként, döntéshozóként, kommunikációs szakemberként dolgoznak. Egy azonban minden bizonnyal közös bennük. Nem lennének ma itt fáradhatatlan, inspiráló tanárok és a tudomány iránt elkötelezett iskola nélkül. Valószínűleg más pályát választottak volna. A középiskolai évek meghatározóak egy kutató életútjának alakulásában. Az akadémia 18 ezres köztestületének tagjai közül sokan büszkék ma is alma máterükre, és tartják a kapcsolatot volt tanáraikkal. Ezért indítottam el akadémiai elnökként a középiskolai MTA alumni programot. A program keretében a mára kutatóvá érett diákok segítségével egykori alma máterükhöz fűződő, kiváló kapcsolatukra építve visszük közelebb a középiskolás fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit, a felfedezés örömét, tudomány népszerűsítő előadások és azokat követő klubfoglalkozások, beszélgetések formájában. Nagy sikernek tartom, hogy a 2020 végén kiküldött felhívásomra csaknem 1300 olyan kutató jelentkezett, aki szívesen tart előadást saját iskolájában, vagy akár más középiskolákban, határon túl is. A kutatói pálya felé fordulás persze nem nyílegyenes folyamat. Az egyetemeken még nagyobb szükség van arra, hogy inspiráló a hallgatókat a tudományos életbe, a kutatói közösségekbe integráló tanár személyiségek segítsék a motivált hallgatókat. Ilyen oktatókat köszöntünk ma itt. Mentorokat, mestereket, akik nem egyszerűen leadják a kötelező tananyagot, hanem támogatják a tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységet. Motiválnak, irányítanak, a háttérből építgetik tehetséges diákjaik karrierjét. Elhivatottságuk és önzetlen munkájuk nélkül nehezebb lenne az eligazodás, nem csak a tudományos problémák útvesztőjében, hanem a tudományos élet intézményeinek, műhelyeinek működésében, kapcsolatrendszerében is. Gratulálok a Máriás Antal professzorról elnevezett emlékérem kitüntetettjeinek, akik iskolateremtő mesterekként egyengedték kutatói generációk útját a tudományos pálya felé. Köszönöm a magyar tudományosság utánpótlása érdekében végzett munkájukat. Végül, de nem utolsó sorban, szívből köszöntöm az OTDT elnökséget ma átadó Szendrő Péter professzort, akinek neve évtizedeken keresztül összeforrt a diákköri mozgalommal. Hatalmas feladatot vállalt tudományos közéletünkben, amikor 1987-ben 35. éve, hogy átvette az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökségét, annak Agrártudományi Szakmai Bizottságát pedig 83-tól 2001-ig vezette. Elnöksége idején látványosan megerősödött a magyar felsőoktatásban a tudományos diákköri mozgalom, ami különleges jelentőséget nyert az egyetemi tömegképzés elindulásával
hiszen a TDK mozgalom volt az, amely ezen belül lehetővé tette a legambiciózusabb hallgatók számára az úgynevezett elitképzést, tehetségük kiteljesedését, a kiemelkedő egyéni teljesítmény elismerését. Kezdeményezésére az OTDT több díjat is alapított, melyek komoly nemzetközi megbecsültséget hoztak a diákköri mozgalomnak, és jelentettek a díjazottak számára is. Ezek közül kiemelkedő az 1998-ban alapított Prosciencia aranyérem, és a most átadásra kerülő Mester tanár aranyérem. Szendrő Pétertől idézek, jövőnk, a nemzet jövője attól függ, hogy a mesterek és a tanítványok legjobbjai képesek-e egymásra találni. Együtt és nem egymás ellenében tovább írni a magyarság sikertörténetét. A magyar örökség részévé vált TDK, mesterek és tanítványok összesen már 100 000-es közössége, immár 70 éve egy sikeresen működő önkéntes társulás. Kedves Péter, az Országos Tudományos Diákköri Mozgalom felépítésével, működtetésével te alaposan kivetted a részedet ennek az egymásra találásnak az elősegítéséből, tehetségeink további motiválásából, elismertetéséből, és ezáltal a nemzet jövőjének építéséből. Köszönöm ezt neked az egész hazai tudós közösség nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elismerés nagyon jól esik, és valamennyünknek szól, itt és az éterben, jelen és távol lévőknek, mindazoknak, akik éltetik és működtetik ezt a mozgalmat, amely most már önálló szervezetként új erőre kapva folytatja tevékenységét. Kérem Vodis József államtitkár úr, nekem a rektor úr, szíveskedjék szólni a mestertanár aranyérmesekhez. Jó napot kívánok, tisztelt elnök urak, kedves kolléganők, kollégák, tisztelt díjazottak. Engedjék meg, hogy az Innovációs és Technológia Minisztérium nevében szeretettel és tisztelettel köszöntsem önöket ezen a díjátadó ünnepségen. Azt gondolom, hogy az elmúlt 2 óra egy olyan ünnepséget hozott ide körünkben, és én abban is bízom, hogy az online közvetítésben is, amelyik a tudományról, a tudomány panteonjáról és a tudományos, tudományos és oktatói utánpótlásról szólt. Az a 70 év, amiben a tudományos diákköri közösség megmutatta az erejét, a minőségét, és tudós és oktatói utánpótlás nevelő képességét, az imponáló. Ennek a hosszú időszaknak egy jelentős részében a mozgalom élén állni biztosan megtiszteltetés, de azt is gondolom, hogy egy nagyon komoly és elhivatott munkavégzés. Ezért hálás vagyok, hogy a sors összesodort bennünket Szendrő Péter elnök úrral, akivel egy időszakban közösen tettünk sokat a tehetséggondozásért. Ő persze sokkal elhivatottabban, sokkal eredményesebben és sokkal több sikert elérve, de jó, hogy én egy bizonyos időszakban társa tudtam lenni. Köszönöm szépen a munkáját, és köszönöm szépen mindazt, amit nagyon mélyről, belülről jöve ezért a mozgalomén tette. Szeretnék gratulálni megválasztott elnök úrnak, Tamás úrnak, aki ugyan ilyen régóta ott van a mozgalomban, és az eddigi aktivitása kivívta azt az elismerést és presztízst, amivel ő lesz a stafétaváltó elnök.
Visszatérve a mai naphoz, azt gondolom, hogy a mestertanári, mentortanári tevékenység egy kulcstevékenység a felsőoktatásban. Sok minden kell hozzá, de leginkább jó szem, jó orr és érzék ahhoz, hogy a fiatal tekintetében, mozgásában, kérdéseiben, tevékenységében felfedezzük az érdeklődést olyan kérdések iránt, amelyre egyébként a tudományos munka tud választ adni. Ez egy nagyszerű tevékenység, ez élteti a felsőoktatást, élteti a tudományos közösséget, és viszi előre a világot. Én szeretném megköszönni az önök munkáját, amellyel mindezt tartalmilag és minőségileg is tudják menedzselni. Egy díj az mindig elismerésről szól, a munka elismeréséről és a minőség elismeréséről. Nagyszerű, hogy ez ma megadatik önöknek, és megadatik nekünk, hogy együtt tudunk ünnepelni. Azt gondolom, hogy a felsőoktatásban lezajló változások a tudományos munka, a tehetséggondozás terén új lehetőséget nyitnak ki. Kérem, hogy éljenek vele, hiszen 12-ben megszűnt az a tudományos normatíva, ami bázis jellegű támogatás, forrás támogatást tudott adni ennek a tevékenységnek. Ma visszakerült, legalábbis a modellváltó egyetemek tekintetében szép és jelentős eredmény, de akkor lesz igazi siker, hogyha közösen jól tudunk élni ezzel a lehetőséggel. És akkor, amikor ma a tudomány egyfajta ünnepét éljük, nem a Magyar Tudomány Napja sorozatról szeretnék beszélni, hanem az utánpótlással kapcsolatos díjátadó ünnepségen vagyunk, akkor ugye egyrészt két részletben van, másrészt online módon is sokan bekapcsolódnak, és mindannyiunkon, aki nem beszél, éppen maszk van, tehát egy olyan korlátozott mozgásterű világban élünk, amelyre jó választ csak a tudomány tud adni. És az a kihívás, ami lassan két éve itt van közöttünk, megmozdította a tudományos közösséget, és számos olyan projekt, illetve program indult, amelynek az eredményeinek is tudunk ma már örülni, láthatjuk, és abban is biztos vagyok, hogy csak ezekkel a lehetőségekkel való élése tudunk túl lenni a mostani helyzeten. Az külön megtisztelő és öröm számunkra, hogy a vírus elleni küzdelemben a sok magyar tudós közül egy kiemelkedő eredményt is tudott elérni, akit a világban és mindenütt, természetesen itthon is, hősként, a tudomány hőseként tudunk tisztelni. Karikó Katalin tevékenységére szeretnék utalni. Én ezekkel a gondolatokkal szeretném köszönteni a jelenlevőket, köszönteni a díjakat átvevőket, és köszönteni mindenkit, aki ma tudománnyal, tudományos utánpótlással, oktatói utánpótlással foglalkozik. Köszönöm, hogy meghallgattam. Hát igen, elnök úr szokta nekem most, hogy meg kéne nézni, hogy TVK-s volt-e Karikó Katalin. Én ezt nem tudom, de valamikor ezen a pulpituson állt Kosári Domokos, és akkor megkérdeztem, hogy szerinted a 365 akadémikusból ki volt TDK-s. Azt kérdezni inkább, hogy ki nem volt az. Nem tudom, ez a mi mozgalmunk beszövi a társadalmat, és ez a legnagyobb érték. Nos, hölgyeim és uraim, szokásunk, hogy Sziráki Szabina
néhány mondattal összefoglalja, hogy mi történt. Meg gondolom a mestertár aranyérmeseknek nem sok újságot mond, hiszen mindig velünk vannak, akár van diákjuk, akár nem, akár bírálnak, akár nem, akár zsűribe vannak, akár nem. Ti vagytok a törzsgárdáink, de azért mégis néhány szót kérek, és esetleg mondd el azt, hogy mi történt az első részben egyéb kitüntetések tekintetében néhány szóval. Köszönöm szépen. Tisztelt elnökség, tisztelt kitüntetettek, kedves vendégeink, sok itt és a vendégek az online térben is. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai ünnepi alkalommal, és hát a beszédem célja, hogy röviden szóljak pár szót a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról. Ehhez készítettünk egy kis segédletet, ami nekem is segítség, illetve önöknek is az lehet, ez egy hajtogatós bagoly, amit ki lehet rakni az asztalra is, és a 35. OTDK legfontosabb számadatai szerepelnek rajta, én ezekről fogok most röviden beszélni. A 35. OTDK-t 2 évvel ezelőtt itt a Magyar Tudományos Akadémián hirdettük meg. Ezt követően az OTDT elnöke, Szendrő Péter 2020. szeptember 19-én a szervezőknek tartott ülésen jelentette be azt a döntést, hogy kizárólag online körülmények között valósul meg a 35. OTDK. Ekközben persze, mint ahogyan 2 évei ősszel is, már zajlottak azok az intézményi és tadi TDK konferenciák, amelyekkel jogosultságot lehetett szerezni az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Összesen 5 fél évben 1858 intézményi és kari TDK konferenciát tartottak, ahol 12.736 pályamunkát mutattak be a hallgatók. Az OTDK-ra javasolt pályamunkák száma 6.980 volt, ezek közül 4.753-at neveztek be. 2021. március 29-e és május 19-e között a 16 tudományterületi szekció 518 tagozatában 4.493 pályamunkát mutattak be a szerzők. A témavezetők száma 5.975. A benyújtott dolgozatokat 3.287 bíráló értékelte írásban, ők összesen 8.474 írásbeli bírálatot készítettek. Az 518 tagozat munkájában 1.766 zsűritag vett részt. A kiosztott első, második és harmadik helyezések száma 1.459 volt, ami szabályainknak megfelelően kevesebb, mint a bemutatott pályamunkák 2/3. Ismét jelentősen nőtt a határon túlról érkező pályamunkák száma, 2017-ben 148, 2019-ben 192, 2021-ben pedig 236 pályamunkát mutattak be határon túli szerzők az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A legtöbb előadás ez évben a közgazdaságtudományi szekcióban hangzott el, 563, őket követte méretben az orvos és egészségtudományi szekció 510 előadással. A Szegedi Tudományegyetem 3 szekciót rendezett önállóan, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2 szekciót önállóan, egyet pedig társrendezőként vállalt. 2-2 szekciónak volt a házigazdája a Budapesti Metropolitan Egyetem, illetve a Nyíregyházi Egyetem. A biológia szekció rendező intézménye pedig 2021-ben a Bábesbolyai Tudományegyetem volt. Ismét jelentős szerep hárult a szokásoknak megfelelően a szakmai bizottságokkal. A szakmai bizottságok által a pályamunkák és az előadások értékelésére kidolgozott szempontrendszer és az ezekhez tartozó írásbeli bírálatok, illetve a szóbeli értékelés nagyon fontos részei az OTDK-nak. Csak úgy, mint a bírálók és a zsűritagok kiválasztása, illetve az ő munkájuk. Egy-egy OTDK megrendezése az különösen nagy öröm és kihívás tud lenni, emellett azonban jelentős anyagi vonzata is van. A szükséges forrásokat a kormányzat biztosította a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból. Köszönjük a finanszírozó és a szervezők rugalmasságát, hiszen ez tette lehetővé az eredetileg személyes jelenlétre tervezett konferenciának a teljes átállását online lebonyolításra.
A rendezőknek ebben óriási szerepe volt, hiszen ahogyan említettem, 2020. szeptember 19-én dőlt el az, vagy került bejelentésre az, hogy online kerül megrendezésre az OTDK-e, ami egy teljesen más típusú rendezési szemléletet és teljesen más típusú feladatokat generált a szervezőknek, és hát nagyon örömteli, hogy így is sikeresen lebonyolódhatott az OTDK-e, és külön, hogy pozitív hozadék az, hogy online rengetegen be tudtak kapcsolódni, így közel kétszerese volt az elért embereknek a száma, az előadók mellett a barátok, családtagok is végig tudták nézni azt, hogy mi zajlik egy-egy tagozatban, úgyhogy ez egy pozitív eredménye volt. Az OTDT 2021-ben második alkalommal készített egy felmérést, az OTDK-n résztvevő hallgatók körében egy ilyen visszajelző kérdőívet töltött ki, 1517 hallgató, ami hát már magában is elismerés számunkra, hogy ennyien kitöltötték ezt a kérdéssort, és ami a legfontosabb, a válaszadó 91%-a mondta azt, hogy ha lehetősége lenne, akkor részt venne még egy országos tudományos diákköri konferencián, 94%-uk pedig ajánlana az ismerőseinek az OTDK részvételt. Tisztelt ünnepi ülés! A 35. OTDK befejezéséhez közeledve kijelenthetjük, hogy extrém körülmények között került megrendezésre az OTDK, és ez hívta életre az OTDK plusz eseményt is, ahol az első helyezettek vehettek részt, és ez személyes jelenléttel zajló programelem volt. Minden esetre ebben a formátumban biztos, hogy sikeres eseményként marad meg bennünk. Mindehhez szükség van a kíváncsi és motivált hallgatókra, illetve az ő támogatásuk és a tudomány iránt elkötelezett oktatókra, kutatókra, akik közül a legkiválóbbakat ma itt köszönhetjük. Gratulálunk az elért teljesítményükhöz, egyben tényleg nagyon köszönjük, hogy olyan példát mutatnak a jövő hallgatói és oktatói nemzedékének, melyet érdemes lesz követniük. Köszönöm szépen a figyelmet, ez a 35. OTDK-ról szóló beszámolom volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most rátérünk a kitüntetések átadására. Mester talán aranyérem kitüntetést adunk, és ma most második részben a Máriás Antal emlékére alapított szenior mesterek részére a kitüntetést három fő részére adjuk majd át. Szeretném elmondani, akik ezt nem tudják, nagyon röviden, hogy az intézmények jelölnek a mestertanár aranyéremre olyanokat, nagyon szigorú mérce szerint, akik 10 éve legalább ebben a műfajban tevékenykednek, eredményeket érnek el és szolgálják a TDK-t. A keret akkora, mint az aranyérem a hallgatók számára. Úgy döntöttünk, hogy nem lehet egy agrárost, egy testneveléssel összehasonlítani, ezért minden szakmai bizottság a beérkezett javaslatokból 5-re tesz javaslatot, de sorrendben. És annyi mestertanár aranyérmet adunk át a szakmai bizottságnál, ahány aranyérem születik. Ez a központi gondolat, de korrigálni is kell ezt minden esetben, és ezért az elnökségnek a joga az, hogy következő hét mestertalán aranyérmet még oda ajándékozzon. Nem ajándék, ezt megszolgálja mindenki, aki megkapja. Nos, ez ennek a története, és gratulálok. Most pedig az átadást fogjuk megoldani. Kép is készül, de mindenki maszkban veszi át, otthon majd meg kell magyarázni az étterben jelenlévőknek, vagy akik távol vannak, hogy melyik kicsoda közületek. De hát ez így van, ez egy emlék, hogy a vírus ide, vírus oda, mégis megtartottuk ezt a nagyszerű záróülést. Köszönet nektek, köszönet a munkátokért, és megkérem Bódis József államtitkár urat, ez a mi szokásunk, és a Nemzeti Bank nevében pedig az alapítványunk uratömi elnökét, Pézes Béla professzorulat, hogy hasonlóképpen, mint az első alkalommal most mai napon, ahol
Akadémia elnök úr adta át az aranyérmet a diákoknak, most mi adjuk át a mester talán aranyérmeket. Egyébként ma 660 aranyérmes mestertanárunk van, 15 alkalommal adtuk eddig át. Ugye ez is egy olyan kitüntetés, amit már mi alkottunk meg, hogy elismerjük a ti, az önök munkáját. Akkor lássunk hozzá, kérem az átadókat, hogy jöjjenek vele. A kitüntetések szólítási rendje az Országos Tudományos Diákköri Tanács szekcióinak alfabetikus sorrendjében történik. Kérjük, hogy a kitüntetés átvételéhez a kesztyűt is viseljék az átadókon és az átvevőkön is, fontos, hogy legyen kesztyű. Kérjük továbbá, hogy a díszterem középső folyosóján jöjjenek ki a kitüntetettek, majd ezt követően vegyék át okleveleiket és kitüntetésüket, és utána pedig kérjük, hogy álljanak be államtitkár úr és Szendrő elnök úr közé, hogy készüljön egy közös fotó. A fotósunk középen fog állni és integetni fog, úgyhogy kérem rá figyeljenek majd a átadás során. Ezt követően kérjük, hogy az elnökségi asztalnak hát a bal kéz felé jöjjenek le a pódiumról, és oldalt menjenek vissza, fáradjanak vissza a helyükre. A kitüntetésről ugye élőben is közvetítjük az eseményt, kép és hangfelvétel is készül emellett róla, úgyhogy, és ezt közzé is fogjuk tenni, úgyhogy kérjük, hogy fényképezéssel ne zavarják az átadást. Agrártudományi szekció, Geösel András egyetemi docens, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Müller Tamás, tudományos főmunkatárs, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Pásztorné Huszár Klára, egyetemi docens, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Állam és jogtudományi szekció, Hoffmann István egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és jogtudományi kar. Következő mestertanár aranyérmes Nagy Zoltán, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Szilágyi Pál Béla, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi Kar. Varga Norbert, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar. Biológia szekció. Felföldi Tamás, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, természettudományi kar. Gácser Attila, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, természettudományi és informatikai kar. Ő sajnos ma nem tud jelen lenni, egyébként többen is jelezték, hogy a mai alkalommal sajnos nem tudnak itt lenni.
Kovácsem Gábor, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, természettudományi kar. Fizika, földtudományok és matematika szekció, Nagy Balázs egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, természettudományi kar. Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, természettudományi és informatikai kar. Szűcs András egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, természettudományi kar. Had és rendészet tudomány, Remek Éva egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hadtudományi és honvéd tisztképzőkar. Sallai János egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, rendészettudományi kar. Humántudományi szekció, Bánkúti Gábor egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, bölcsészet és társadalomtudományi kar. Benyovszky Krisztián, egyetemi tanár, Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai tanulmányokkal. Bodó Csanád, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, bölcsészettudományi kar. Hansági Ágnes egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, bölcsészet és társadalomtudományi kar. Kisfarkas Gábor egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, bölcsészettudományi kar. Informatika tudományi szekció, Farkas Rihárd József egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, természettudományi és informatikai kar. Horváth András, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar.
Tóth Melinda egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai kar, ő egy későbbi alkalommal fogja átvenni kitüntetését. Vörös András egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, villamosmérnöki és informatikai kar. Kémiai és vegyipari szekció. Berkó András tudományos tanácsadó, Szegedi Tudományegyetem, természettudományi és informatikai kar. Úgy látom, hogy ő nincs jelen. Kaiser József egyetemi tanár, Pannon Egyetem mérnöki kar, ő sincs ma jelen velünk. Salma Imre egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, természettudományi kar. A közgazdaságtudományi szekció kitüntetettjei. Jenes Barbara egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem. Mitev Ariel Zoltán, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem. Molnár László egyetemi docens, Miskolci Egyetem gazdaságtudományi kar. Révész Balázs Péter, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, gazdaságtudományi kar. A műszaki tudományi szekció kitüntetettjei. Bóna Krisztián egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, közlekedésmérnöki és járműmérnöki kar. Insperger Tamás egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki kar, ő nincs ma jelen. Mucsi Gábor egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi kar. A művészeti és művészettudományi szekcióban mindkét mestertanár nincs jelen. Ők Petendi Szabó Péter, főiskolai adjunktus, Budapesti Metropolitan Egyetem, művészeti és kreatív ipari kar, valamint Rétfaldi Donát egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, műszaki és informatikai kar. Orvos és egészségtudományi szekció, Berecki Zsuzsanna egyetemi docens, Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar, ő is későbbi alkalommal veszi át kitüntetését. Ércás Dániel egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Szent Györgyi Albert orvostudományi kar. Radovics Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem általános orvostudományi kar.
Sárközi Márta Julianna egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert orvostudományi kar, ő egy későbbi alkalommal veszi át kitüntetését. Szijjártó Attila egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem általános orvostudományi kar. Pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció. Láng András egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar, nincs ma jelen. Márkus Edina egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem bölcsészettudományi kar. Pohárnok Melinda egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar. Tanulás és tanításmódszer, tanítudástechnológiai szekció, Herz Mária egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem tanító és óvóképzőkar. Társadalomtudományi szekció, Cibere Ibolya egyetemi docens, Debreceni Egyetem bölcsészettudományi kar. Hammer Ferenc egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi kar. Testnevelés és sporttudományi szekció, Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem természettudományi kar, ő sincs ma jelen. Váci Márk egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem természettudományi kar. Az Országos Tudományos Diákkori Tanács elnöksége által 2021-ben mestertanár aranyérem kitüntetésben részesültek. Antal Margit egyetemi docens, Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi kar. Bárci Zsófia egyetemi docens, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok kara. Bognár József egyetemi tanár, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem természettudományi kar, egy későbbi alkalommal veszi majd át ő is kitüntetését. Elföld Tribor egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kar, ő sincs ma jelen. Ifjabb Rakoncai Zoltán egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert orvostudományi kar. Szabó Béla egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, ő sincs ma jelen. Szabóné Balog Ágota Márta, főiskolai docens, Gál Ferenc Egyetem pedagógiai kar.
Szilágyi Brigitta, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, természettudományi kar. Fotó, igen. Köszönjük szépen. A Mestertanár aranyérmeket 2021-ben átadtuk. Köszönjük szépen államtitkár úrnak és pénzes professzor úrnak a közreműködést az átadásban. Most a szenior mestereket szeretném majd szólítani. Őrizzük hagyományainkat. Mária Santal egyetemi tanár, közgazdaságtudományi szakmabizottság elnöke, emblematikus személyiség, Corvinus Egyetem professzora volt, elhagyott minket. Úgy gondoltuk, hogy az emlékére egy kitüntetést alapítunk azoknak a szenior mestereknek, nem idősek, csak szeniorok, itt az alsó korhatár van meghatározva 60 évben, akik végigharcolták velünk a harcolandót, velünk tartanak ma is. Három ilyen kitüntetést adunk át. De engedjétek meg, hogy előjában két mondatot mondjak. Néhány éve elhagyott minket Roska Tamás akadémikus, professzor, aki nagy tisztelője volt és segítője a TDK-nak. Alapítottunk egy érmet az ő személyisége emlékére. Ezt fiatal doktor jelöltek és doktorok érhetik el. 16-an, minden szekcióban egy. Több mint 100 jelöltből választottuk ki az előadókat. Az ő jutalmuk az érem, amelynek az a felirata, hogy énekeljetek az elmétekkel. Ez Tamásnak, jó barátomnak egy nagyon fontos mondata volt. Itt nem adunk át semmit, mert amikor tudományos előadást, úgy hívjuk, hogy Roska Tamás tudományos előadás, ezt a szekcióüléseken adtuk át. De ez is emlékezés, mert ha nem emlékszünk a múltra, akkor a jelenünk sem sokat ér, és főként a jövőnkbe vetett hitet erősíti ez. Nos, a Mária Santal érem is erről szól. Az van ráírva, hogy ifjú szívekben élek, így van ez mindnyájatoknak. De különösen most hármatoknak, Padisák Judit akadémikus, biológiai szakmai bizottság elnöke, aki sajnos már el szeretett volna jönni, lebetegedett, így távolétében talán az étterben velünk van, tapsoljuk meg Juditot. Lengyel Imre professzor úr, következő kitüntetettünk. Az alapító okiratban az van, hogy egy háromtagú kurator mit ér oda, de mindig egy a gazdaságtudományhoz kötődő személyiségnek is. Így most professzor úr kapja ezt az érmet. A kuratórium háromfős, Kis Ádám, és már fáradt vagyok, nem jut eszembe, Csikán Attila, akadémikus a tagja, meg jó magam, úgyhogy kélek vedd át, és éljen ifjú szívekben a te működésed. Köszönöm szépen. Sütő Zoltán akadémiai doktor úrnak, professzor úrnak
munkatársamnak, a TDK-nak az értetője, ő Kaposvárot, ő is már a szenior korba lépett, az Agrártudományi Szakmai Bizottságnak az alelnöke, kérlek fogadd el Máriás érmet is. Ezekkel a gondolatokkal dolgozz tovább. Miként dolgozol is a mi egyetemünk tehetségtanácsában. Gyere, és vedd el. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! Ezen a közösség jól ismeri Weisburg Tamás megválasztott elnök urat. Szeretném átadni neki ezt a meglepetést, stafétabotot, ami jelképezi azt, amit mi csinálunk. Van egy olimpikonunk, Tihanyi József atléta, ő szerezte az európai specifikáció eredeti atlétikában használt stafétabotját, és Galgóczi Tamás, valamennyi kitüntetésünk megvalósítója, egy színezüst emblémát tett rá, és arról szól, hogy a TDK örök. A staféta úgy működik, bizonyára tudjátok, hogy akik futnak, futnak együtt egy kicsit, átadják a botot, és akkor lehassulva, aki átadta, azért még ott marad a pályán. Ez jelkép, kérem. Nem írtuk rá nevet, mert azt gondolom, hogy az elnök egy közösséget képvisel, őrizd meg ezt a stafétát, mi 40 éve együtt futunk, most te viszed tovább, és kicsit még futok veled. Isten áldásával. Gratulálok. Köszönöm, nélkületek nem ment volna, és nem fog menni. Még egy mondatot is mondanék. Akik itt maradtak, szakmai bizottság elnökök, elnökségi tagok, azoknak is mondom, és nektek is, a TDK általatok és értetek is örök, de leginkább az új nemzetéké. Mindenki, aki egy funkciótól megvált, hiszen az elnökség megújult, néhány szakmai bizottság már korábban, benn marad a rendszerben. Így vagy úgy. De a két szélső értéket említeném, Serényi Bandi barátomat, aki az etikai bizottságnak hosszú ideig volt elnöke, és az informatikai szakmai bizottságot is vezette, aki most már csak meghívottként lesz körünkben, és egy fiatal embert, aki az aranyérmeseket képviselte, Miski Peti barátunkat, ő már a tudomány területére megy tovább, tudományos fokozattal, kutatóként. Az ő mandátuma is lejárt, visszavárjuk persze rendezvényeinkre, de a TTK örök, ezen a kis jelvényen ott van a 16 szakmai bizottság. Köszönöm a munkátokat, megadom a szót új elnökünknek, és utána majd bezárom. Azzal, hogy ő majd megkérdeti a 36-at, és gyorsan Szabina megmutatja, hogy hol lesznek a szexülések. Tamás?
Köszönöm szépen, jelent, de még soha nem volt a kezemben profi váltóbot, ez tényleg az. Rendkívül könnyű, de valószínűleg a futóknak nem ennyire könnyű a dolog. Tehát én remélem, hogy ez jó helyen fog működni, és hát majd remélem, hogy megfelelően tovább fogom tudni adni néhány év múlva. Nyilvánvalóan ez a mozgalmat jelképezi. Mielőtt a 36. OTDK meghirdetésébe fognánk, azért el kell, hogy mondjam, hogy a folytonosság az egy fontos dolog, és Szendrő professzortól sok mindent tanultam. Például azt is tanultam, hogy mindig szokott hozni ajándékot. És most én is hoztam ajándékot, mutatom, talán a kamera is látja, nem tudom, hogy látja-e. Ez egy, az ő számára egy ajándék, nem egy búcsú ajándék, hanem egy köszönet ajándék. Ez kérem szépen egy körülbelül 140 éves svájci aranyóra. Ami önmagában is szerintem egy jó ajándék, különösen, ha valaki gyűjti az órákat, mint ahogy tudjuk, hogy professzor úr gyűjti az órákat. Bocsánat, mutatom, mert ő is ott nézi egyenlőre. De azért két dolgot hozzátennék. Az egyik az, hogy az egyik az egy általános, a másik nagyon konkrét magyar helyzetre vonatkozó. Az óra az ugye pontos, mint a svájci óra, azt szoktuk mondani. És én tulajdonképpen, amikor visszagondolok erre az 31 néhány évre, amit együtt töltöttem a professzor úrral, azt tudom mondani, hogy mindig pontos volt. És tudjuk, hogy a pontosság az a királyok udvariassága. Ő mindig betartotta azt, mindig bárkivel beszélt, bárkivel, ha miniszterrel, ha éppen kezdő TDK-s diákkal, és megbeszélt valamit, ő mindig nagyon pontos volt, és ezt nagyon köszönöm neki. Ez egyik dolog, amit az óra kapcsán mondtam volna. És a másik, azt állítottam, hogy ez egy svájci aranyóra. És tényleg egy svájci aranyóra, valaki megnézi, kinyitja hátul a fedelet, akkor látja benne a kis mókuskás fémjelet, ami a kis méretű svájci exporttárgyaknak, az aranytárgyaknak a fémjele. De ugyanakkor az van ráírva, hogy Brauswetter János, Szeged. Na, hogy van ez? Hát ezt kérem, úgy van, hogy Brauswetter János a forradalom 1847-től az első órakészítő volt Magyarországon, aki professzionális svájci minőségi órákat tudott csinálni saját olyan a vámhivatal által is elismerten, tehát ugye a főhatóságot is mondjuk, magyar termékként, svájci háttérrel, ő tanult Svájcban, de meghonosította Magyarországon a professzionális óragyártást. És az óra, ez most 140 évvel később majd működik, és én azt gondolom, hogy ez egy szimbóluma tud lenni annak, hogy a magyar szellem és a magyar innováció milyen értékeket tud képviselni, mennyire benne van a nemzetközi életben, hiszen nem lehet külön elszigetelten eredményeket elérni, mennyire tud tovább lépni. Brauswetter János óráit későbbiekben Amerikába is exportálták. Jó, úgyhogy ennyit szeretnék mondani, és akkor ezt átadnám nagy szeretettel és tisztelettel Szendrő professzornak. És akkor, hogy a munka, az élvezetek után a munka is sorra kerüljön. Szendrő professzor bezárta a 35. OTDK-t, hallottuk az eredményeket, azt gondoljuk, hogy túl vagyunk egy... A TDK megmutatta, hogy a vírus esetén is fent tud maradni, mert olyan természetes módon integrálódik be a mindennapjainkba, a magyar felsőoktatásba, és ennek alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács október 13-ai ülésén elfogadott általános felhívás szellemében én most tisztelettel meghirdetem a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyre 2023. március-áprilisában, esetleg májusában fog sor kerülni. Ezennel hívok minden diákot, minden felkészítő tanárt, minden intézményt, minden támogatót, a társadalom minden rétegét, akik profitálnak a tudásból, és mindenki profitál a tudásból, hogy vegyen részt és támogassa ezt a rendezvényt. Két szót mondanék a 36. OTDK-ra, amit én most gondolok, ezt nem egyeztettem senkivel. Az egyik a folytonosság, a másik a minőség. A folytonosságot nyilván nem kell indokolnom egy 70 éve működő rendszernél,
A minőség az érdekes, hiszen folyton arról beszélünk, és joggal beszélünk arról, hogy milyen kiváló minőségű volt akár a 35. is. Miért kell kiemelnem most a 36-nál a minőséget? Én azt gondolom, hogy pont azért, amit államtitkár úr is mondott, hogy visszatérünk egy nagyon izgalmas finanszírozási formára, legalábbis a modellváltó intézményeknél, akik azért az ömét adják a magyar felsőoktatásnak ebben a pillanatban, ahol a kutatási elem az egy jelentős részben a mutatók között tartalmazza a TDK-t. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és ez egy nagyon nagy elismerés a TDK számára, hiszen a TDK, ahogy itt többször elhangzott, egy nagyon szigorúan minőségbiztosított rendszer, valóban független bírálók vannak, támogató független bírálók, korlátos mennyiségű díjak, tehát nem lehet partalanul lapátolva hazavinni, pláne érdemtelenül az eredményeket. Ez egy nagyon nagy lehetőség a magyar felsőoktatásnak, hiszen többletforrásokat kap, és valóban ezek a kutatási motorok be tudnak indulni még jobban, hogy a megfelelő üzemanyagot kapnak. De egyben egy kockázat is számunkra, hiszen az intézmények teljesen jó szándék mellett is abban lesznek érdekeltek, hogy minél több dolgozatuk legyen, minél több díjazottjuk legyen, tehát el fog indulni egy olyan fajta verseny, amit nagyon fontos, hogy értékmentén tartsunk mederbe. Ez ne egy partalan verseny legyen, ez egy olyan verseny legyen, ahol valóban a többlet teljesítmény alapján bukkannak föl az országos konferencia szintjén a többlet eredmények, és ilyen módon javuljon a minőség. Én azt gondolom, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak, az alelnököknek, a szakmai bizottságoknak ez lesz talán a legnagyobb kihívás ebben az időszakban, de meggyőződésem, hogy már ez az új finanszírozási struktúra, ez a 2023-as konferencián meg fog jelenni, pozitívan meg fog jelenni. Nem a dolgozat számokat szeretnénk növelni, persze a több lesz, nem baj, legfeljebb a szervezőknek nehezebb egy kicsit szervezni, hanem a minőségre szeretnénk rá fókuszálni, és én azt gondolom, hogy ez sikerülni is fog. Úgyhogy ennek alapján hívok és kérek mindenkit, hogy 2023-ban vegyen részt a konferencián. Köszönöm. És akkor így felolvasnám a meghirdetett 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendező intézményeit. Agrártudományi szekció, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Állam és jogtudományi szekció, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar. Biológia szekció, Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi kar. Fizika, földtudományok és matematika szekció, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Had és rendészettudományi szekció, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, rendészettudományi kar. Humántudományi szekció, Károli Gáspár Református Egyetem, bölcsészet és társadalomtudományi kar. Informatika tudományi szekció, Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi kar. Kémiai és vegyipari szekció, Szegedi Tudományegyetem, természettudományi és informatikai kar. Közgazdaságtudományi szekció, Seje János Egyetem, gazdaságtudományi és informatikai kar. Műszaki tudományi szekció, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, víztudományi kar. Művészeti és művészettudományi szekció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, bölcsészettudományi kar. Orvos és egészségtudományi szekció, Semmelweis Egyetem. Pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció, Pécsi Tudományegyetem, bölcsészet és társadalomtudományi kar. Tanulás és tanításmódszertani, tudástechnológiai szekció, Pécsi Tudományegyetem, kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kar. Társadalomtudományi szekció, Debreceni Egyetem, bölcsészettudományi kar. Testnevelés és sporttudományi szekció, Pécsi Tudományegyetem, természettudományi kar. Köszönöm szépen. Ezt a közösséget még egy dolog gondolom érdekli, ezt bejelentem. Néhány évvel ezelőtt a Magyar Örökség díjat itt vettük át, és most pedig Novák Katalin miniszterasszonytól ketten Szabinával átvettük a Nemzet Tehetségeiért Bónisz Bóna díjat. Ez egy rangos díj, az alapítvány 1 millió forint támogatást kapott. Rá is szorulunk, mert önállóak leszünk. Kedves barátaim, elnökség, akadémia, minisztérium,
Mindnyájatoknak köszönöm az elismeréseket, köszönöm a munkátokat, ami engem segített. Nem ússzátok meg, hogy ha le is lépek, inkább oldalra lépek, és próbálom segíteni ezt a mozgalmat. TDK az életem, ezt jól tudjátok, megpróbálom segíteni az új elnököt és mindnyájatokat. Köszönöm, hogy itt a térben is, meg jelenléttel is megtiszteltetek minket, elfogadtátok az elismeréseket. Kívánom azt, hogy vírusmentes, boldog, eredményes 36. OTDK-ja legyen. Elnök úrnak köszönöm a vállalást, nem volt egyszerű rávenni. Bejzburgi elnök úrnak köszönöm ezt, az akadémiának pedig azt, hogy hajlékot adott nekünk, és remélem, hogy 2 év múlva ismét együtt lehetünk az új aranyérmeseknek az átadásán. Ezzel a 35. OTDK-t, a jubileumi 70 évet lezárva, elbocsájtalak benneteket, az ülést bezárom, sok sikert kívánok, jó egészséget, és mindenki otthon ebédeljen meg, mert ilyen körülmények között nem tudtunk fogadást tartani, de gondolom ez nem is olyan nagy baj. Isten veletek, az ülést bezárom. Köszönöm.